Take my arms and I reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream.
and I know. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket ezen a mondhatjuk rendhagyó fórumon. Már csak azért is rendhagyó, mert nem csak a képviselőjelöltek vannak jelen, hanem a Német Nemzetiségi Önkormányzat jelöltje is. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én úgy gondolom, hogy nekik is meg kell adni a lehetőséget, ezt a napot választották, úgyhogy majd később Baumann Mihály jelenlegi elnök úrnak megadom majd a szót, és akkor ő bemutatja a képviselőjelölteket, és természetesen beszél a programjukról is. Kicsit furcsa ugye a helyzet, mert általában polgármesteri viták szoktak lenni. Valahogy az idén ez nem jött össze, hogy miért, azt igazándiból én nem tudom, de valószínűleg azért, hogy nem volt rá igény. Miért vagyunk ma itt? Szeretnénk egy kicsit bemutatni a programunkat, elmagyarázni azt, hogy mit is szeretnénk, egy kicsit megmutatni azt, hogy mit is tettünk, illetve pár kérdésre azért szeretnénk válaszolni, ami nyilván Önöket is foglalkoztatja, és a végén adunk lehetőséget arra, hogy lehet természetesen kérdezni. Külön szeretettel köszöntöm egyébként a polgármesteri jelölt urakat, képviselő jelölt urakat, akik megtiszteltek bennünket a mai nap. Ígérem, mi is a holnapi nap jelen leszünk, és mi is végighallgatjuk az ő programjukat, az ő mondani valójukat. Először is egy kis magyarázatot szeretnék adni, majd bemutatom itt a kollégáimat, a képviselőjelölteket, és nagyon sokan kérdezték azt, hogy hát itt vannak olyan emberek, akik 5 évvel ezelőtt egy teljesen más csapatba indultak, hogy lehet, hogy most mégis mellettem vannak. És erre mindenféle kombinációs variáció volt, ugye voltak, akik ezt nyilván generálták is. Azért egy-két dolgot hagyd mondjak el, mert ha hiszik, ha nem, 2 héttel ezelőtt derült ki, hogy ennek az ellenségeskedésnek mi volt az oka. Ugye, ha visszaemlékeznek az első alakuló ülésre, vagy a másodikra talán, jelöltem egy alpolgármestert. Ez Gászné Bősz Bernadett volt, amin többen ugye hát felháborodtak, hogy milyen ember ez az új polgármester, hogy nem is egyeztet velük. Na most én nem gondoltam, hogy nekem magyarázatot kell erre adnom, hiszen ekkor még egy egységes csapatként működtek, hátsó-felső irányítással. És most derül ki az, szinte 5 év után, hogy ők nem tudták azt, hogy ez az álnok, polgármester elment, és nyilván a jegyzőtől megkérdezve a szokásjogot, a legtöbb szavazatot kapó képviselő, aki Benkő László volt, elmentem hozzá, és felkértem a polgármesternek. Benkő László nem fogadta ezt el. Elfogadtam a magyarázatát, vállalkozó, rengeteg dolga van, stb. Megkérdeztem tőle, hogy Laci, ha én a Gászné Bősz Bernadettet, Bencit javasolnám, okozna ez bármiféle problémát? Ez a legjobb választás, ezt mondta. Egyébként erről még papír is van, mert e-mailes formában erről volt némi társalgás. És ezzel tulajdonképpen lezártuk ezt az ügyet. Ez az egy momentum, ami nem került tovább. Történt ugye a következő képviselőtestületi ülés, előterjesztettem a Bencit, szavaztunk, és le lett szavazva a Benci. Nyilván a Bencinek ez nagyon rosszul esett, hiszen ő ebbe a csapatba indult. Én megmondom őszintén, értetlenül álltam, és még az volt a szerencse, hogy a kamerák kikapcsolódtak, de utána, amit én is mondtam, az nyilván most azért nem ismételném meg. Ez derült ki 5 évvel később, hogy Benkő Laci elfelejtette elmondani, hogy én megkerestem őt. Tehát nem Gászné Bősz Bernadettet javasoltam, hanem őt, csak ő nem fogadta el. Úgyhogy ezt én úgy gondolom rendesen átbeszéltük, és hát furcsa a helyzet, hogy ez 5 év kellett, de hát ez közös hibánk, egyikünk se gondolta volna, hogy a másik nincs tisztában ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy ennyit gondolom, hogy el kellett, hogy mondjak, mert különben nem értik azt, és még egyszer mondom, a
különböző megjelent sajtóanyagokba, ugye teljesen más variációk voltak erre kitalálva. Hát ez egy elég érdekes történet, de a készítőjüktől sokkal többet nem is vártunk. A programunkról. Ugye mindenki megkapta ezt a programot, amivel kapcsolatban rögtön jött a következő magas színvonalú újság, ugye, hogy mennyit nem sikerült megvalósítani ezekből a programokból. Kritikát kell megfogalmazni, valóban így van. De miért? Miért nem sikerült ennek a csapatnak sokkal többet megvalósítani? Sokan azt gondolják, hogy erre azért nem lehet válaszolni, meg egy ilyen kérdés elől nyilván egy polgármester vagy egy képviselő testület, mondjuk úgy, hogy próbálnak kibújni. Hát én elmondom önöknek, ugye abban a sajtóorgánumban volt egy olyan dolog, amit hát én nem akartam soha nyilvánosságra hozni, de Bíró Ferenc úr ezt megtette helyettem, ez pedig az átadás átvételi jegyzőkönyv. És hirtelen végigsöpört a városba, Bíró Ferenc 24,5 millió forinttal adta át adósságmentesen. Hát ez hihetetlen. És Zádor János azt mondja, hogy 100 millió adósság van. Most ehhez szeretnék önöknek egy-két gondolatot mondani. Mindenről itt van egyébként a dokumentum. Azt tudják, hogy úgy működik egy polgármesteri átvétel átadás, hogy leülünk egy asztalhoz, egy kormány megbízott által küldött kormányhivatalnok előtt, és körülbelül van nagyságrendileg 15 percünk, aláírjuk, ennyi. Ez mindig így történt, így is fog nyilván történni. Arra esély nincs, hölgyeim és uraim, hogy bárki megnézze, hogy mit ír alá, hogy a stimmele. Arra kell hagyatkozni, ami oda van írva. Ebben az anyagban ugye 24,5 millió forint volt. De mi van a 24,5 millió forint mögött? Sokáig ezen nem is filóztam, még ez az kitűnő anyag meg nem jelent. Lekértem az aznapi, ami itt van egyébként nálam, az aznapi banki kivonatot. Kicsi eltérés van, mert csak 15,5 millió forintot mutat, de hát az ember azt gondolja, azért még ez is egy elfogadható összeg. De mikor megnézzük a sorokat, akkor kiderül, hogy ez már csak 1,4 millió, mert a többi az a közmunkások bére, amit a kormány ad, és mi kifizetjük. Ez teljesen más soron működik. Hát mondtam, hogy azért másfél millió forint körüli pénz az egy viszonylag elfogadható összeg, mégse mínusz. Aztán ott elkezdtem gondolkodni, hogy milyen dátumot írtunk? Október 14-ét. Több mint 79 millió adó lett jóváírva. Számoljunk. 1,4 millió forint körüli összeg volt úgy, hogy 80 millió már át lett vezetve az adóról. Mennyi lehetett szeptember, mondjuk elején? Inkább ne beszéljünk róla. Aztán gondoltam egy kicsit tovább a történetet, hiszen fizettünk mi egy halombüntetést különböző tévedések miatt. Hát kiderült, hogy erre a számlára át van vezetve hibásan 36 millió forint pályázati előleg is. Ugye ezért úgymond visszavontak 1.200.000 forintnyi büntetést, tehát ezt még akkor adjuk hozzá. Most segítek önöknek számolni, 115 millió forintnyi bevétellel lett 1,4 milliónk. De még azt mondom, hogy mégiscsak pluszba vagyunk, ugye? Tehát a számla plusz mutatott. Akkor számoljunk egy kicsit tovább. Ugye október után legalább két fizetésünk vissza volt, rezsikkel együtt. Ez körülbelül, azt hiszem fölírtam, de lehet, hogy 1-2 milliót tévedek, de 54 millió forint a két hónap. Plusz, ugye akkor még kellett fizetni a Kliknek havonta 7,7 milliót, ezt próbálják összeadni, tehát 1,4 millió forintunk volt, és ennyit be kellett majd fizetni, erre föl kellett készülni. Természetesen decemberben még volt társasági adó feltöltés, ami nyilván lehetett olyan nagyjából 17-18 millió forint a számlák szerint. De akkor nagyjából el tudják képzelni, hogy január 1-ér, mert azért megoldottuk valahogy, el kell mondanom, mert ugye nyilván sokan nem tudják, a rendszabály alapján Pécs-Vádváros önkormányzatának, úgy mint minden önkormányzatnak, minimum nullásan kell fordulni az év végén. Ezt megoldottuk, erre aztán volt mindenféle keverés, rendkívüli támogatás, minden, de megoldottuk. De azt kell elképzelni, hogy január 1-ével így kellett indulnunk. És amikor ugye az ember elindul, akkor hát azt nem lehet mondani, hogy tiszta lappal indultunk, hiszen ez a dolog azért terhelt bennünket. És akkor
Mikor egy polgármester megtervez egy éves programot, akkor nyilván bele kell egy kicsit nézni abba, hogy milyen költségeink is vannak, mit kell abba az évben megoldani. Hát nekem nem erre kellett figyelnem, hanem arra kellett figyelnem, hogy az elődöm hány millió mínuszt hozott nekem. Erre sokan mondták, hogy hát ez nem igaz. Hát ugye volt egy várpályázatunk. A várpályázatnak voltak olyan munkái, ami úgynevezett többletmunka volt. Hát most itt ilyen tételeket mondok önöknek, ezek nyilván sokat mondóak. 15 millió forint, 8,6 millió forint, 22 millió forint. Tehát ezek voltak azok, amik nem pályázatból, de megvalósultak, és ki kell fizetni. Ugye itt mondanám el, hogy ugye itt 36 millió hiánnyal indulunk, hiszen az előleg át lett vezetve, és el lett költve a másik számlán. Tehát azt még azért adjuk hozzá. Emellett ugye volt egy kiváló szilágypusztai beruházás szerintem, ami egy engedély nélküli közparkban épített közösségi ház. Maga a célt egyébként nem mondom rossznak, csak nyilván ez a kivitelezés ez minden szabályt mellőzött. Volt egy kiváló másik projektünk, ez pedig a zeneiskola, az sikerült szintén engedély nélkül megcsinálni, de szerintem önöknek, akik régi pécsvádi lakosok, ez már szinte standard, hogy engedélyt nem kérünk semmire. Ott ugye volt egy költségvetési jóváhagyás, ami körülbelül 10 millió forint volt, ezt 6,5-lel sikerült csak túllépni, kicsit kaptunk büntetést, azt olyan 250 ezer és még 800 ezer bizonyos tűzrendészeti dolgokat meg kellett valósítani. És akkor zárásképpen volt egy másik, szerintem bitangjó projekt, és most a minőségre gondolok, nem a célra, ez pedig a nyugdíjas apartmanház. A nyugdíjas apartmanház az egy támogatott, tehát egy pályázati pénzből valósult meg. Az, hogy milyen minőségben, szerintem kár róla beszélni. Viszont ugye itt egy kicsit ilyen asztalon történt 3 perces tervezés volt. Itt egy nagyon minimálisan 19 millióval került többe, tehát picit túlmentünk rajta. Szintén segítek önöknek, ez mínusz 113 millió forint. Tehát mínusz 113 millió forint költség terhelt bennünket 2014 és 15 között, amiket ahogy jelentkeztek ezek, nyilván ezek a költségek ki kellett fizetni. Ugye, hát ez így magába se kutyafüle szerintem, de azért mondanám, hogy volt egy uszoda projektünk, ugye? Amikor én átvettem a polgármesteri beosztást, az uszodánk az olyan hónapok óta zárva volt, ugye az iskolakezdés megtörtént, úszásoktatás nem volt, valamit tenni kellett. Ugye ezt az önkormányzat megoldotta 10 millió forintért saját erőből, saját forrásokból kijavítottuk. Ugye itt kaptam én a hatalmas kritikát, mert hogy az Ádori nem ment a végére, nem ment el a jogi útra, ezt vissza kellett volna követelni, hiszen garancia, stb. Hát akkor ennek is elmondanám 2 mondatban a történetét. Tehát Zádori János megtette ezt a feljelentést, kiküldtek egy igazságügyi szakértőt, megállapított minden hibát, abszolút nekünk volt igazunk, mindenhol minőségi hibák jelentkeztek, csak hogy a dokumentáció olyan volt, hogy semmilyen jogi lehetőségünk nem volt arra, hogy fellépjünk azzal a céggel szembe, aki ezt tette. Miért? Azért, mert ugye nyilván én sem vagyok jogi ember, de rákérdeztem erre. Mi magunk bontottuk le ezeket a csempéket azon felül, ami nyilván lehullott magától, és ehhez se hatósági tanút, se a másik cég képviselőjét nem hívtuk meg. Innentől kezdve semmilyen jogalapunk nem volt. Tehát ha valaki esetleg arra gondol, hogy itt mekkora hibát vétettünk, hogy ezt mi magunk megcsináltuk, hát ezt vegyék figyelembe, hogy nem volt semmilyen más lehetőségünk. Ugye vannak itt még olyan költségek itt a sorba, amik hát majd valamikor jelentkeznek, tehát a következő önkormányzatnak majd ez egy komoly feladata lesz. Megpróbáltunk mi ugye vizet fakasztani, méghozzá meleg vizet, ott, ahol a szakértők szerint soha büdös életben nem volt. Ez egy komoly pénzért sikerült ezt a kutat kiásni, természetesen nincs meleg víz, mert ahhoz mélyebbre kellett volna ásni, annyi pénz meg nem volt. Ezzel ne is foglalkozzunk, de maga a tömedékelés az majd körülbelül 5 és 10 millió forint között fogja terhelni egyszer az önkormányzatot, hiszen ezzel a kúttal több vízréteget sikerült összefúrnunk.
És hát ugye volt még egy dolog, hát az már csak ilyen habatortán, azt viszonylag kis pénzzel, ilyen 1 millió forint között megúsztuk, hogy van 2 kiváló kazánunk, ilyen nyesedék kazánunk, ami egyik sem működik, de folyamatosan olyan adatszolgáltatást adtunk, hogy kiválóan működnek, rengeteg energiát megspórolnak, csak mióta kijöttek ellenőrizni, be se volt kötve, és soha nem is volt a próbaüzemen kívül begyújtva. Ez már egy kicsit neccesebb téma volt, itt tényleg csak a belügyminisztériumnak a jó indulatára hagyatkozhattunk, és a barátságukra, hogy nem büntettek meg bennünket. Tehát körülbelül ennyit akartam arról mondani, hogy hogy álltunk neki ennek az 5 éves ciklusnak, és én úgy gondolom, hogy ennek ellenére nagyon sok olyan dolgot sikerült megcsinálnunk. Hozzáteszem, nem feltétlen arról a programról beszélek, amit én akkoriban meghirdettem, hanem ami a fölött jelentkezett. Minden polgármester büszke arra, hogy mennyi pályázati pénzt, mennyi fejlesztést hozott ebbe a városba. Ez a képviselő testület 1,4 és 1,5 milliárd forint közötti fejlesztést hozott ide valamilyen formában. Elsősorban ugye itt pályázatokról beszélünk. Ez korábban egy adott ciklusnál sose volt, tehát lehet kritikát fölállítani, csak ugye hát kellene mutatni valami olyat, ami ezzel szembe ment. A másik dolog, amit én mindig hangsúlyoztam, és még emlékeznek, 5 évvel is elmondtam ezelőtt, hogy az, hogy valamit csinálunk, tehát ugye az előző érában volt egy ilyen politika, hogy mindegy, hogy mit, csak csináljunk valamit. Én nem így gondolnám, és ezt továbbra is, ha bizalmat kapok önöktől, akkor ezt továbbra is úgy gondolom, úgy kell folytatni. Ha valamit csinálunk, akkor azt próbáljuk meg normálisan megcsinálni, vagy engedjük el a dolgot, mert csinálni egy olyan óvodát, egy olyan iskolát, ami mindennapi beavatkozásra szorul, állandóan javítani kell, állandó garanciális probléma, vagy nem garanciális problémák vannak, beázások, villamos problémák, és nem akarom ezt folytatni. Ennek semmi értelme, mivel a Pécsvárosnak városnak nincs olyan karbantartó csapata, aki ezt meg tudná oldani. Tehát a programunkra visszatérve egy gondolat, ugye nyilván a programot már ezek alapján állított össze. Azok a programelemek, amik szerepelnek a mi programunkban, sokan mondták, hogy hát ez micsoda, hát olyan programelemek vannak, ahol már mi rég megnyertük, ugye oda is írtam, nyilván ezt nem titkoltam, és pályázatból fog megvalósulni. Hát nagyon kevesen tudják azt, hogy nem a pályázat megírása és elnyerése a nagy munka, ott inkább egy kis szerencse kell javarészt, hanem utána megcsinálni és elszámolni. Ez egy nagyon nagy feladat. Ez még vissza van több esetben. Ugye azt is mondták sokan, hogy ezek a projektek, hát miért húzódnak ennyire meg annyira? Nyilván van ebben nekünk is hibánk, vannak közbeszerzési problémák, illetve mindig van azért itt-ott egy-egy projektnél olyan jó akaró, aki a sportot űz abból, hogy hol lehet keresztbe tenni. Ezeket a dolgokat, vagy akarva, vagy akaratlanul egyébként, mind a kettő előfordult, ezek azért nem gyorsítják a dolgot. Így gondolok elsősorban például a Dombai tóra, ahol már hideget, meleget kaptunk, hogy miért nem álltunk ennek neki. Hát azért nem álltunk neki, mert addig, amíg az engőkilátó nem megy, mivel ez konzorcionális megállapodáson alapul ez az egész, addig mi nem mertük ezt elindítani. Jelentem, a hét elején, talán hétfőn itt voltak, és talán már meg is történt a szerződéskötés, bemutatkoztak a kivitelezők, a műszaki vonalról, akik felügyelik majd a munkát, tehát innentől kezdve mind a két dolog mehet, de csak nyilván együtt. Ezt mi fogjuk a Dombai tó részét menedzselni, a másik részét meg majd a megye. Úgyhogy a programokról csak annyit, hogy nyilván lesznek itt új programelemek, írtam is egy párat, de én bízok benne, hogy a további pályázatokból, tehát azért több pályázat be van adva a Magyar Faluba például, egy-egy majd leesik nekünk is. Hozzátéve, hogy a Magyar Faluba azért mi nem vagyunk egy sztár csapat, hiszen az adóerőképességünk, a lakosság szám azért ez nem nekünk segít jelen pillanatban. De én bízok benne, azért egyet-egyet majd azért nyerni fogunk, illetve várjuk a következő Európai Uniós ciklust, ahol bízok benne, hogy további olyan fejlesztési pályázatok lesznek, amik segítik majd a város fejlődését. Akkor még egy gondolat arról, hogy kaptam olyan kritikát, hogy hú, milyen sokan elmentek innen Pécsváradról, nagyvállalkozók. Hát ugye nem kell nagyon kertelni, itt a legtöbben az aranycipóra gondoltak, és hogy hát atya úristen, hogy ezt nem lehetett megtartani. Hát hölgyeim és uraim, nem lehetett megtartani ezt a céget, hogy miért nem lehetett megtartani? Azért, mert amikor az operatív program kiírás volt, minden polgármester ugye szándéknyilatkozatokat próbált szerezni, megpróbálta magához dédelgetni azokat a nagyvállalatokat, akiben van potenciál. Most az aranycipót Pécsvárad és Pécs próbálta magához édesgetni.
Én nem mertem azt az ígéretet megtenni, amit annak a tizedét se, amit Pécs polgármestere Páva Zsolt megtett, és eljött hozzám Büki László tulajdonos, és elmondta, hogy hát olyan lehetőségeket kapott Pécsről, amit itt Pécsváradon ő soha nem fog megkapni. És hogy ne haragudjak, de ő neki ezzel élni kell. Az már csak a történelem, hogy amiután ezt eldöntötte pár hónappal, vagy fél évvel később ugye Pécs csődközeli helyzetbe került, és mindenféle ígéretet visszavontak, nem is tudták teljesíteni, akkora viszont a gépparkja, amit pályázatból vett, megvett, vagy megérkezett, és így döntött egy ingatlan vásárlása mellett Pécsen nyilván, ahol a legnagyobb munkaerő biztosított számára. Én többször kértem azt, hogy azokkal az emberekkel, akik ezt a hírt terjesztik, próbáljon már beszélni, és mondja el nekik, hogy ez valójában hogy volt. Ő azt mondta, hogy hát erre nincs energiája, meg hát igazán ebben nem akar foglalkozni. Ezért tudniuk kell önöknek, hogy ez így történt. Az, hogy a vendéglátó helyeink bezárnak, stb., hát ennek semmi köze az önkormányzathoz. Hát mindenki tudja, hogy egy vendéglátó hely akkor zár be, ha nincs utód, vagy nincs másik ember, aki átvegye. Nálunk ez az előbbi jellemző, több, ha végig gondolják, hogy melyik éttermek zártak be, jellemzően az utódok nem akarták ezt folytatni. Majd egyszer gondolom, hogy értékesítik, és jön egy újabb tulajdonos, viszont azt is tudni kell, hogy az új városközpont tervbe természetesen három vendéglátóegység kért helyet, és adtunk is nekik, tehát hogyha ez a központ elkészül, akkor azok a régi, gondolok itt a pizzériára, visszakerül a helyére, és azon felül további két vendéglátóhely. Hogy a vadászkürtel, a gesztenyéssel és a többivel mi lesz, azt jelen pillanatban nem lehet megtudni, nyilván ezek magánügyek, magándolgok. Úgyhogy ennyit arról, hogy a programunk hogy áll össze. Azt tudom mondani önöknek, hogy ezek a programelemek, amiket leírtunk, ez mind megvalósítható, ennek mindnek a pénzügyi háttere megvan. Tehát nem álmodozások, nem olyan tervek, amit egy-egy programban láttam, de nem szeretném azokat a képviselőket, vagy azokat a polgármesteri jelölteket bántani, akik ezt leírták. Én ugyanezt tettem 5 évvel ezelőtt, hiszen az ember nem tudja, hogy működik ez az önkormányzatiság, és nyilván nem akarom őket megsérteni, ők meg aztán biztos nem tudják, bármit is írnak a szórólapjukra, de kívánom, hogy ismerjék majd meg. Csak azt is kívánom, hogy ne érje őket az olyan nagyon nagy csalódás. Tehát ez egy teljesen más világ, mint amit a külső emberek általában látnak. Képviselőtársam mondta egyszer, ugye, hogy, és ez nagyon nagy igazság, hogy ez a feladat, ez szolgálat. Nem hatalom, nem hatalomhoz való jog és annak a megtartása és mások elnyomása. Igen, van, aki ezt használta és így élt, mi nem ezt képviseltük. Aki azt mondja, hogy bárkivel szemben erőszakos módon léptem fel, esetleg olyan problémát okoztam, amivel akár az élete, egzisztenciája tönkrement. Én úgy gondolom, hogy hazudik, ilyen biztos, hogy nem volt. Próbáltam mindenkinek segíteni. És akkor, hogyha megengedik, Füri Ferenc, a polgármester urat megkérném, hogy elindít egy rövid kis bemutatót. A bejátszásnak a címére is azért felhívnám a figyelmüket. Pár pillanat türelmet kérnék szépen. Hát ugye sokan ezt állították, hogy itt nem történt semmi, azért egy-két dologra mégis felhívnám az önök figyelmét. Bocsánat, hogy hátat fordítok, csak hogy lássam én is, hogy pont hogy mennek majd a képek. Nem lesz hosszú, ígérem, de egy picit azért talán bemutatja, hogy miről is szól ez az egész történet. Ugye az egészségügyi centrumnak a mondjuk úgy, hogy ügyeleti és védőnői egysége elkészült. Ezt meg lehet nézni, kérem szépen, mindenkinek javaslom, hogy menjen el. Nagyon régen készült el ilyen színvonalba, ilyen műszaki színvonallal egy épület Pécsváradon. Teljes mértékben azoknak az embereknek a véleményét és a kéréseit vettük figyelembe, akik itt dolgoznak.
régóta vártuk, hogy megtörténjen ez a dolog, tehát erre szükség volt szerintem mindenféleképpen, végre saját tulajdonban van, hogy dolgoznak ezek az emberek. Egyébként köszönet nekik, mert tényleg nagyon sokat segítettek a projekt során. Azért látszik belülről is, hogy nem egy egyszerű módon van megcsinálva. A lakberendezésben is ők segítettek, hogy hogy szeretnék ezeket az ügyeleti órákat eltölteni mindenkinek saját szoba, tévével, fürdővel, látszik akár kondizási lehetőséggel. Az egyik komoly topos pályázatunk volt az idősek otthona nappali ellátás, és bocsánat, hogy erről még csak ilyen képeket tudok önöknek mondani, vagy mutatni. Hát ehhez még kell egy-két hét, hogy itt kívülről legalábbis, hogy nagyon szép legyen. Belülről egyébként a burkolatok mára már teljesen elkészültek. Ugye itt nagyon fontos az, mert sokan megkerestek, hogy akkor most sokkal több ember, idős ember jöhet hozzánk, bentlakásos programban. Sajnos nem, tehát a kormány ezt nem támogatta, tehát ez kimondottan, legalábbis 5 évig biztosan arra szolgál, hogy a környező településekről beérkező vagy beszállított idős embereknek fog tulajdonképpen egész nap olyan programokat, pihenést, étkezést lehet biztosítani, ami nyilván elvárható. Próbáltuk egyébként teljesen amennyire lehet energetikai szempontból olyanra tervezni, hogy ez elérje a mai kívánalmakat. Gesztény és úti óvodának a képeit látjuk. Ugye ez egy bölcsöde bővítési program keretében valósult meg, de nyilván nem a bölcsödei részt, hanem az egész óvodát érintette, és én úgy vélem, hogy ez egy impozáns módon történt átalakítást tartalmaz. Mi itt is energetikai szempontból is egy óriásit léptünk, tehát le lett szigetelve, napelemek vannak. Ugye ennek az óvodának egyébként már a korábbi dolgait is azért megoldottuk, tehát ugye ma már itt egy vadonatúj konyha van. Sok olyan anomáliát sikerült kiküszöbölni, ami számomra érthetetlen volt. Ilyen volt talán az egyik legérdekesebb, hogy a mozgáskorlátozott WC az emeleten volt, tehát ezt egyszerűen nem tudom kihagyni soha, mert biztos, hogy valaki megtervezte ezt, de hogy ki azt nem tudom, mondjuk ilyen iblidíjat nem adnék neki. Van még itt egyébként némi feladat, ezt a bemenő utat, ezt még szeretnénk külső cég, mondjuk úgy, hogy támogatásával, tehát bérmentesen majd megoldani. Erre van ígéret, de ez mindenképp a jövő évben lesz megoldva. És a jövő hónapban egyébként novembertől a pályázat is kötelez bennünket, elindul a második bölcsödei csoportunk, aminek egyébként a létszáma már meg is van. Ugye ebbe a pályázatba, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat által nyert korábbi pályázatokból valósult meg az óvodai játszótérnek az eszköteinek a cseréje. Hát sajnos, amikor ezt először megvizsgáltuk, ugye a játszótéri elemek 80%-át lezárolták, mert nem feleltek meg a szabványnak. Építettünk egy halomjárdát is, nem keveset, de nem eleget nyilván. Ez is egy picit arra a példa, hogy hogy lehet máshogy megcsinálni egy járdát. Ez a Tavasz utcai járda, ugye ez a régi iskola előtti felmenő rész, majd talán lehet egy másik képen látni. Tehát itt két dolgot szerettünk volna elérni. Egyrészt legyen egy normális járda, és hogy ne tudjanak fölállni autóval, mert ez a másik oldalon egy örökös probléma. Én úgy gondolom, hogy ezt a célt elértük, és természetesen minden lakónak a kedve, kénye szerint átalakítottuk a bejárókat. Kispiac, ugye, hát ez egy fantasztikus dolog, ugye, ezt aztán kaptam hideget, meleget, mikor ezt megcsináltuk, mert hogy minek kell ide ekkora piac, hát nincs erre szükség. Hát meg kell nézni ma egy piaci napon, hogy közelharc folyik azért, hogy mindenkinek legyen helye. Tehát a bővítés az indokolt volt, meg egy kicsit szerintem pofásabbra is sikerült, mint talán még én sem gondoltam ilyennek, de jó lesz. Egy némi virágosítás azért még vissza van itt, mert úgy lesz ez majd teljes, illetve most nyilván itt padokat lehet látni, ide is lesz lebetonozott pad, mert kérték az árusok, hogy nyilván nem akarnak több órán keresztül itt ülni. Hát ugye, hogy mondjuk úgy, az árnyékolást mi se tudtuk megoldani, de legalább nem próbáltuk meg, ami nagyon fontos, és nem szórtunk egy halom pénzt erre. De természetesen majd egyszer ezt meg kell oldani, de így, ha ránézünk, szerintem impozáns, és a feladatát azt meg teljesen ellátja.
Na hát ez is aztán egy érdekes beruházás volt, erre sincs semmi szüksége Pécsváradnak, ez a művelődési ház, tehát itt pont mögöttünk ez a parkoló, illetve a kis udvarnak a leválasztása. Hát ma meg kell nézni, hogy amikor rendezvény van, hogy ez dugig van ez a parkoló, és hát nyilván nem is elég. Úgyhogy örülök annak, hogy azért sikerült parkolót építeni, ami a mi ciklusunk előtt azért nem volt jellemző Pécsváradon, hogy parkoló épül, hanem a meglévő parkolókkal kellett csak gazdálkodni. Emellett egyébként én úgy gondolom, hogy a kis udvarnak is van némi jelentősége, hiszen akik ott dolgoznak, akár a nyugdíjasok, vagy bárki, az nem az utcára jön ki, hanem egy kis udvarba. Ez az önkormányzat, sokan talán ezt nem is látták, ez az önkormányzatnak az energetikai pályázatán belül valósult meg, tehát az önkormányzat épületének az energetikai költségeit fogja csökkenteni. Reméljük, hogy elő vagy utóbb ez a rendszer is teljesen feláll, de a maga az eszközrésze az elkészült. Valami ilyenekre nyilván szükség van, és most már ez azért sokadik a településen. Valószínű, hogy nem is lesz kép, azért most elmondanám, hogy ugye a művelődési ház sportcsarnok energetikáján belül ugye ott is elkészült egy ugyanilyen komoly napelem erőmű. A várnak a pályázata, ugye, ami most a második, tehát nem a DDOP, és ezen belül a terasz újult meg, villamos hálózat, a közvilágítási rendszer, ugye, mert az teljesen nullás volt, tehát esőben nem lehetett a fűre nagyon lépni, mert agyon vágta az embert. Ezeket mindet meg kellett csinálni, és egy komplett járdarendszer alakult ki. Most tehát körbe lehet úgy járni, hogy nem kell sárba menni, és teljesen, és emellett természetesen volt egy nagyon komoly műszaki feladat, az pedig a toronynak a megerősítése, ami nagyon időszerű volt, sőt, ez a munka valószínűleg még folytatódni is fog, mert ez egy komoly problémát okozhat talán, akik közelebbről látták, ugye megrepett a torony, most kapott egy megerősítést, de vizsgáljuk, hogy ez a megerősítés valójában elég lesz-e. Ugye ezt a teljes fűszerkerti részt, tehát itt azt a 30 forintos térkövet, amit korábban sikerült letenni, és nyilván még a műemlék is, hogy mondjam, egy kicsit furcsálotta, azt az egy nívósra sikerült kicserélni. Itt ugye két dolgot látunk, végre sikerült a koronát is elhelyezni a méltó helyére, illetve hát az oltár résznél is ugye ott azért sikerült megoldani. Itt azért el kell ezt mondani, hogy itt rengeteg közadakozásból beérkezett pénz is fel lett használva, de azért merem ezt megmutatni, mert így is a nagy részét Pécsvárad város önkormányzata fizette saját erőből, de tényleg a vár is gyűjtött rá egy komolyabb összeget. Azért valahogy ez így kerek, a megszentelése is megtörtént, apát úr szerint egy nagyon impozáns dolog történt itt. A régóta komoly probléma volt ugye a várnak a recepciója. Még mindig nincs teljesen kész, de úgy gondolom, hogy egy szintet már ezzel ugrottunk. De hát nem is tudom, hogyha a várba a következő 15 évben még fejlesztéseket csinálunk, szerintem akkor is rengeteg fog maradni. Ugye szintén egy kicsit kapcsolódunk vissza, csak a másik ovinál vagyunk, már ez a Vár utcai ovi. Itt is ugye saját erőből, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a pályázatából történtek játszótéri elemcserék, illetve újaknak a vásárlása. Ezzel kapcsolatban annyi hírünk van, hogy az óvodai udvart kibővítjük, hiszen 25 évre sikerült a Mecsekerdővel megállapodnunk, hogy az óvoda mögötti részt megkapjuk használatra. Hozzáteszem, ennek egy részét már most is birtokoltuk, tehát oda volt csapva, ami nyilván nem az óvoda területe volt. Ezt most bővíteni fogjuk, és további játékok kerülnek elhelyezésre. Ugye játékok terén azért, játszóterek fejlesztése terén azért van még feladatunk. Ugye most utoljára a Pécsváradért Alapítvány is felújított egy játszóteret, de úgy gondolom, hogy azért van itt még feladat, amit meg kell csinálni. Hát ez egy ilyen speciális pályázat, ugye a Zsidó Hitközség írta ki ezt a pályázatot, bár állami források vannak a háttérben, a zsidó temetőnek a kerítésének a felújítása, hát ez nem egy egyszerű történet. Egyrészt nagyon lassú feladat, másrészt az anyagot beszerezni az már szinte csodaszámba megy, mert ilyen köveket összeszedni van egyébként, de horror áron árulják. Úgyhogy ez még a jövő zenéje, de jelezték föntről Budapestről, hogy
a nyugodtan pályázzunk rá, mert a többi oldalt is meg kell csinálni. Ez azért fontos egyébként, mert ezt a nemrég átalakult pécsváradi önkormányzati tulajdonú Kft. Csinálja, tehát nekik ez bevételt jelent, a bevételből pedig fizetést kapnak az emberek, és azt a fizetést nem a városnak kell kifizetnie. Ezek 10 milliós spórolásokat jelentenek. Hát ez egy régi téma volt szerintem, és nagyon sokan várták már, mondjuk úgy, ahogy mi ismerjük, a homokbányai vagy tanyacsárdai bekötőútnak az aszfaltozása, ugye ezt szintén a TOP pályázaton belül tulajdonképpen a legelső ütembe sikerült megvalósítanunk. Ugye itt elnök úrral adtuk át éppen ezt az utat. Hát én örülnék neki, ha egyszer az egész főútunk is így néz neki, plusz még esetleg a belterületi belső útjaink is. Óriási pénz ez. Én amikor ennek a költségvetési adatait hallottam, hát így átfordítottam a Pécsvárad útjaira, horror. Sportcsarnok, ugye itt TAO-s pályázatokból Fuller Péter úr segítségével sikerült összeállítani egy pályázatot, és a Kézilabda Szövetségnél pályáztunk, és sikerült lecserélni a teljes pályaburkolatot. Na, a sokat vitatott öltöző. Én felhívnák csak egy dologra mindenkinek a figyelmét. Voltak itt olyan külsősök, akik azt mondták, hogy nagyon sok NB1-es csapatnak nincs ilyen öltözője. Ezt az öltözőt úgy csináltuk meg, hogy a fiatalok, ha lehet, ne tudják nagyon tönkretenni rövid időn belül, de sokkal több feladatunk lett, mint amit mi gondoltunk. Megmondom őszintén, amikor nekiálltunk a javításnak, akkor derült ki, hogy az összes fal szigeteletlen, úgyhogy amit itt látnak legtöbb helyen, ezek új falakat kellett építenünk. A teljes vízvetékcsövet szinte cseréltük, a lefolyókat és szakaszolókat építettünk, vadonatúj nyilászárókat. Én javasolnám mindenkinek, hogy egyszer menjenek be és nézzék meg. A gyerekeknek nagyon tetszik. Tehát mi átadtuk az iskola részére, nyilván a Györgyieknek kell ezt felügyelni innentől kezdve, hogy ez ameddig lehet, csak maradjon meg ugyanilyennek. Hát a Szilágypusztai Közösségi Ház, ugye ezt egy elég furcsa állapotba kaptuk meg, de most már így néz ki. Hát, ugye ez a szilágypusztaiaknak a közösségi programjaihoz lett kitalálva, volt tervbe esetleg, hogy orvosi rendelőként is funkcionáljon, de ezt a jelenlegi rendszabályok nem engedik meg. Azért a szilágypusztaiak használják, ugye elsősorban születésnapokra, névnapokra, szilveszteri programokra, illetve szervezett torna is folyik ebben az épületben. Azért azt nem mondanám, hogy ez teljesen ki van használva. Ugye az idősek otthonában korábban történtek felújítások, ez nem az, ezt mi végeztük el. Erre azért vagyok büszke, mert ez 100%-ban önerőből valósult meg, és úgy, ahogy az ott dolgozók szerették volna, összehasonlíthatatlanul más a színvonal egyébként ezeknek az épületeknek, mint ami korábban épült. Itt ugye bontott és selejtanyagot nem használtunk, itt csak új dolgokból építettünk. Nyilván nem olyan gyors ütembe ment ez, mert azokat a lakókat, akik éppen egy ilyen kis apartmanban vagy szobában laktak, azt ugye mindig át kellett költöztetni, de mondjuk azt, hogy viszonylag kisebb zavarokkal, de meg tudtuk oldani, és nagyon örültek annak, hogy egy ilyen tiszta új környezetbe kerültek. Dombaitó, szerintem milliókat beszéltünk már róla. Én bízok benne, hogy valamikor itt az őszi időszakban reméljük, hogy el tud kezdődni az a projekt, amit említettem. Most már úgy gondolom, hogy semmilyen akadálya nincs. Még egy engedélyre várunk, mert közben kitalálták, hogy az épülő parkoló lenne a gát előtt mégiscsak engedélyköteles. Úgyhogy ezt az engedélyt várjuk, és akkor közbeszerzési kiírás, és tulajdonképpen hadd menjem. Hát csak egy apró kép a Szászföldi útnak az első szakaszáról. Nyilván egy sok telefon érkezett, hogy ezt kellene folytatni, fogjuk folytatni, ígérem, de csak így tudom elképzelni. Tehát ez az aszfaltos megoldás, ami eddig volt, az tulajdonképpen olyan, mint halottnak a csók, tehát nem érdemes ilyen meredeken, ilyen komoly vízlefolyásokkal,
nem, csak ezt a 15 centis vasalbetont tudjuk elképzelni, úgyhogy ez fog folytatódni. Hát remélem, hogy a következő beruházásnál már, vagy a következő szakasznál elkerüljük azt, hogy a kedves szászföldiek ugye a friss aszfalton, vagy friss betonon is végigmentek, úgyhogy ez külön köszönet nekik. Az apartmanház, ugye elkészült az apartmanház, amikor kiderült, hogy a költségvetésben udvar meg bejáró út az nincs. Ez Pécsváradi Város Önkormányzata tulajdonképpen saját erőből közmunkaprogrammal kiegészülve csinálta meg. Hát körülbelül így néz ki, és az orvosoknak biztosít itt baloldalt egy parkolási lehetőséget, ami egyrészt őrzött, másrészt biztosítja azt, hogy az apartmanháznak a lakóit azért ne nagyon zavarják. Itt még további kis megoldások lesznek, hogy a mentőnek a bejutását és egyebeket meg szeretnénk könnyíteni, de hát nyilván az élet és a gyakorlat adja, hogy kell majd még ezt megoldani. De én úgy gondolom, hogy ez egy jó megoldás, arról nem beszélve, hogy itt ugyan nem nagyon látszik, csak egy kicsit ezt az egész hidat sikerült felújítani. Ugye ezt a hidat, ezt faoszlopok tartották már elég régóta. Hát a következő képeket majd is szépen végignézzük. Ugye az nagyon fontos, hogy most a célunk az, hogy amit csak lehet, az Pécsváradi Város Önkormányzati Kft.-je csinálja meg, hiszen így tudunk pénzt visszaforgatni, és így tudunk bért spórolni. Egyébként ezek a képek is, amit most látnak csak így picibe, ezek is a nyugdíjas apartmanháznak, nyugdíjas apartmanház, az idősek otthonának a belső felújításait mutatják. Ugye itt mindenhol burkolás, újravakolások történtek, hogy egy kicsit normálisabban nézzen ki. Minden, ami létezik, hullik és pusztult, úgyhogy most ez egy normális megoldás. Várunk egy kicsit, hogy van-e még kép. Ugye azt továbbra is szeretném mondani, minden egyes beruházási elemnél az nagyon fontos volt, hogy normálisan legyen megcsinálva. Ez pedig a művelődési háznak az energetikai beruházása. Ugye itt nyilászáró cserék, szigetelés történt. Szerintem ez is egy kicsit pofásabbá tette ezt az egész intézményt, és most mondhatjuk azt, hogy jól néz ki. Egyébként az, ami ott fölül látnak napelemrendszert, az nem tartozott ehhez a pályázathoz. A másik épületegységre került egy ugyanekkora. Itt is egy kicsit látszik még ez az udvari kialakítás, de itt azért inkább azt akartuk fényképezni, hogy az új csatorna, új nyílászáró és szigetelés. Tehát ugye amikor azt mondjuk, hogy ebben az önkormányzati ciklusban nem történt semmi, azért ezt óvatosan kell kezelni az ilyen mondatokat. Ugye ez az uszoda, itt amit mondtam önöknek, hogy hát nem sikerült úgy lefényképezni a fenti dolgokat, amik a tetőn vannak, hogy ez minden látszódjon, ahogy kell. De higgyék el, hogy itt csak a konditeremnek a légkondicionálásáról, a napelemrendszerről beszélünk, hát ezek mind komoly több tízmilliós beruházások voltak. Remélem, most már szerintem a végére érünk. Ugye az nagyon fontos egyébként ezeknél a dolgoknál, hogy az önkormányzatnak a költségét, ahol csak lehet, minimalizálni kell. Én úgy vélem, hogy ez sikerült, mert ha most megnézzük egyébként az energetikai költségeinket, meg az adatokat, sokkal jobban állunk, mint ezelőtt 3-4 évvel. Ugye ezek a képek pedig egy érdekes dolgot mutatnak, ez eddig nem volt jellemző Pécsváradi Város Önkormányzatára, ezt pedig a református egyháznak nyújtottunk, pont egyébként a napokban történt a folyósítása, ugye ott volt egy pályázati beruházás, és Kis László úr kért tőlünk segítséget, hogy tudjuk-e támogatni, mert nem tudják befejezni az épületnek a felújítását. Itt rendelkezésükre bocsájtottunk egy 3 milliós keretet, amivel az ő véleménye szerint be lehet majd fejezni ezt a beruházást. Én bízom benne, hogy egyébként majd folytatódik ez, hiszen mind a templom kerítésre, annak a lábazatára is ráférne még nagyon komoly pénz. Na most itt átcsapunk egy másik dologba, ezt azért szerettem volna önöknek megmutatni. Ezek a képek a napokban érkeztek, ez az új városközpontnak a látványterve. A látványtervet azért úgy nézik, hogy maga az épületrész, nyilván most azért vonatkoztassanak el a bútoroktól, de az épületrész az ugyanígy fog kinézni minden szempontból.
Tehát ez lesz az az épület egység, amiben helyet kapnak majd vendéglátó egységek, biobolt kerül ide, virágbolt, és emellett nyilvános WC, illetve mozgáskorlátozott WC is lesz ezen a helyen. A hátsó fertályba pedig olyan tároló egységek kapnak helyet, ami a nyugdíjas apartmanházban lakóknak biztosít tárolási lehetőségeket az ő járműveiknek, biciklijeiknek és esetleg kisebb-nagyobb holmiuknak. Itt azért el kell mondani, hogy ez a terv azért megélt egy pár verziót, de azért mivel ugye a szomszéd épület, a régi patika épület, a műemléki épület így egy kicsit, hogy mondjam, bizonyos előírásokat be kellett tartani, de én nem mondanám azt, hogy ez egy ronda épület lett azért így a végére, és bízok benne, hogy azt a feladatot, amire mi szántuk, azt hát be fogja tölteni. Egy kicsit nem csak azért, tehát úgy terveztettük ezt, hogy egy kicsit legyen egyfajta találkozási hely, ahol a fiatalok, idősek, társaságok, családok össze tudnak jönni, enni tudnak, kávézni tudnak, beszélgetni tudnak, és ugye régóta, most ez a WC, ez nyilván egy kis dolog ebbe, de régóta probléma volt, hogy egy bezárt művelődési ház esetén hová lehet elmenni nyilvános WC-re, ide el lehet menni. Ennek az épület egységnek egyébként saját személyzete lesz, akik takarítanak és felügyelnek mindent. Ezért kicsit bízok abba, hogy ez viszonylag sokáig megmarad Pécsváradnak, és hát tényleg egy új arculatot ad a belvárosnak. Majd közben itt mennek még a képek. Én úgy gondolom, hogy erről én sokkal többet nem mondanék, de még egyszer, ha visszatérünk a legelső mondatra, hogy nem történt itt semmi, hát azért én ezzel nagyon vitatkoznék. Még mielőtt majd rátérnék a képviselőjelöltek bemutatására, azért nagyon sokan szerintem, hát hogy mondta, felkapták a fejüket azokra az írományokra, amik a napokban terjedtek Pécsváradon. Ugye ezzel kapcsolatban én köszönöm azoknak a képviselőknek és polgármesterjelölteknek a nyilatkozását, akik elzárkóztak ezektől a dolgoktól és elhatárolták magukat tőle. Volt, aki ezt rögtön megtette, volt, aki nyilván egy kicsit, tehát gondolkodott és várta, hogy mi lesz ennek a hatása, de most talán azt várják, hogy itt sok mindenről beszéljek önöknek. Egy komoly oka van ennek, hogy nem fogom most tenni. Egyrészt nem nagyon akarom önöket terhelni, a másik pedig, mivel büntető feljelentés sem van ezzel kapcsolatban, sőt azóta még szerintem 2-3, így ugye a jogi képviselő azt mondta, hogy folyamatban lévő büntető, vagy hát ilyen nyomozati szakaszban nem lehet, és ne is nyilatkozzak, mert hát ha ezzel ártok magamnak, de azért egy-két gondolatot mégis hagy mondjak el ezzel. Voltak olyan dolgok ebben az írományban, ami azért komolyan mellbevágott. Ugye az, hogy valakinek a személyes adatait innen vagy onnan, vagy teljesen honnan, mindegy, megszerzik, és ezt nyilvánosságra hozzák. Ugye ezzel kapcsolatban megkerestem a hatóságot, ez bűncselekmény. Az, aki ezt terjeszti, kiviszi a postaládákba, ők már tulajdonképpen végrehajtották ennek a bűncselekménynek a megvalósítását, de nyilván ők most megkeresik azt, aki ezt az egészet gyártotta és csinálta. Hagyom őket, hagy dolgozzanak. Egy-két dologra azért hagy beszéljek. Az egyik ugye, ami benn van ezekben az írományokban, például a választási csalás. A választási csalással vádol egy olyan ember, aki ugye a cigányok szavazatát, és ezt ők is megerősítették, egy pörköltel képes megvásárolni. Megmondom őszintén, rosszul esik, de valahogy nem is vártam mást, ez valahogy illik a képbe. Aztán voltak itt más olyan dolgok, amik bosszantottak engem is, aztán jöttek olyanok, ami már az egész kistérséget bosszantották. Ugye nyilván mindig csatlakozik ehhez egy-két olyan kolléga, aki ebben valami óriási lehetőséget lát, és ugye most az utolsó feljelentés, amivel kiegészült az egész, hogy Zádori János polgármester közel 4000 eurót eltulajdonított, és erre tanúk is voltak, hogy átvettem ugye
Most ezt szeretném önöknek mondani, hogy ez részben igaz. Tényleg átvettem 4000 eurót. Ez a 4000 euró egyébként 4080 euró volt, erről van is papír. És miért vettük át? Az Untersleisemi testvérvárosunk ajándékozta Pécsváradnak, amit minden két évben megtesz, arra a célra, hogy a gyerekeink, amikor kimennek Németországba, ki tudjuk fizetni, tehát támogatják a buszköltséget, illetve két évente, amikor a polgármesterek kimennek, kimegyünk, akkor szintén a viszonylag drága buszköltséget támogassák. Ugye az nagyon fontos, hogy a mondatban volt egy nagyon nagy hiba, hiszen Zádori János polgármester semmit nem vett át, Zádori János elnök viszont igen. Ugye itt egy kicsit megakadt a hatóság, mert nem tudták, hogy a kettő között azért van némi különbség. A pénz egyébként a mai napig, vagy már most már bocsánat, úgy mondom, hogy már nincs meg, mert ugye be lett fizetve számlára, de tudniuk kell, hogy amikor ezt a pénzt megkaptuk, utána jártunk, és hivatalos módon nem lehetett befizetni a számlánkra. Tehát az ominózus gyerekkirándulást és a polgármesteri kirándulásokat saját költségekből fizettük ki, majd Mecsek Nádasdy jegyzőhölgye találta ki azt a fajta szerződési rendszert, amit németre lefordítva, aláírva a kinti partnerrel sikerült jogi úton elrendezni, és mondhatom önöknek, hogy ez két hónapja már a társulás számláján van, amit a kollégák befizettek. Csak ezekkel az a baj, tudják, hogy ha Pécsvárad például ebbe a folyamatban nem segített volna, akkor gyerekeink önköltséges módon, vagy egyáltalán nem tudtak volna kimenni. Nyilván a polgármester társaimnak pedig biztos rosszul esett, hogy minden önkormányzat a meglévő pénz mellett kifizette az utat. Hát a kisebb településeknél nyilván ez egy komoly gond volt, így nem egy busszal mentünk ki, hanem legalább 6-7 busszal kellett kimenjünk, ilyen kis önkormányzati buszokkal, jóval drágább lett a történet, de hát most ez van. Úgyhogy én annyit szeretnék önöknek mondani, hogy amikor ezeket a dolgokat olvassák, egy kicsit nézzenek a sorok mögé, azt is nézzék meg, hogy ki írta ezt, mert az úgy gondolom, hogy meghatározó. Most sokan azt is várják, hogy én most itt elkezdek és átmegyek egy olyan stílusba, ami egyébként teljesen indokolt lenne, de nem fogom ezt megtenni, nem fogom megtenni az úriembernek ezt a szívességet. Ha ő neki ez számít, és az a hatalom, amit elvesztett 5 évvel ezelőtt megér annyit, hogy lejárassa magát, csinálja. Ez az ő dolga. Egy dolgot sajnálok tulajdonképpen, és ezt el kell mondanom, hogy olyan emberekkel indul együtt, akikről viszont ezt a dolgot nem feltételezem, és rájuk nézve ez szomorú. Nyilván ezért is határolódtak el ettől a dologtól. Nagyon sokszor elhangzik, hogy ki kivel indul, ki kivel van egy csapatba, és próbálják ugye ezeket a dolgokat tagadni. Azért azt meg kell önöknek mondanom, hogy ilyen érdekes cédulákat lehet találni a városba. Ha változást akarsz, szavazz rájuk. Most ezen a listán nem fogom felolvasni, nem akarom az urakat megbántani, de ha ez így jelenik meg, akkor ezek az emberek együtt indulnak, egyet vallanak, bármit is mondanak. Tehát ha ezek közül, a képviselők közül bárkire szavaznak, akkor ez a fajta dolog, amit most tapasztalhattak a napokban, ez fog eluralkodni. Én fel is hívnám azoknak a képviselőjelölteknek a figyelmét, akik ebbe társultak, hogy gondolják át, hogy tényleg ez az út jó-e, hiszen mindannyian kitűnő emberek, de azt figyelni kell, hogy kivel vagyunk egy csapatban. Ez az én véleményem. És erről tényleg ennyit szerettem volna mondani, és most ha megengedik, akkor szeretném bemutatni a képviselőtársaimat, akik arra vállalkoztak, hogy megpróbálják velem együtt a következő 5 évet az önök bizalma mellett természetesen végigcsinálni és munkájukat becsülettel elvégezni. Ha megengedik, akkor nem a hölgyeket előre, hanem így sorba, mert akkor biztos nem téveztem el. Füri Ferenc, jelenlegi alpolgármester úr, ugye ahogy mondtam, és most már legalább nem kell még egyszer elmondanom, hogy miért állt mellém, ő is megértette azt, hogy mi a városnak a fontos, mit kell nekünk tenni igazándiból. Ugye Feri korábban a pénzügyi bizottságnak is elnöke volt, amíg alpolgármesteri pozícióját be nem töltötte. Azt kell mondjam, hogy annak ellenére még egyszer, hogy voltak közöttünk nézeteltérések, illetve néha van is, és ez nagyon jó véleménykülönbség, azért mi tudtunk együtt dolgozni, és ez is mutatja azt, hogy milyen egy csapat.
Tehát nem az a csapat, hölgyeim és uraim, ahol van egy főnök, aki mindenkire ráerőlteti a mindenféle fantazmagóriáit, és az alapján működik egy város. Igenis, lehet vitatkozni, ez nálunk is van, bár mostanában kevesebbet látnak, de higgyék el, hogy a bizottsági üléseken azért vannak viták, és vannak megbeszélt dolgok. Köszönöm szépen. Dr. Ruth Wagner Rozália. Ugye doktornő az egészségügyi és a szociális oldalon támogatta az önkormányzatot az elmúlt 5 évben, nyilván korábban is volt képviselő, de én most engedjék meg, hogy az én 5 évemről beszéljek. A tanácsaira, a meglátásaira nagyon nagy szükség van. Ő azokat a tapasztalatokat át tudja adni, ami az elmúlt több évtizedben itt az önkormányzatiságban keletkezett. Mindenféleképpen számítanék is rá, hogy ezt a munkáját folytassa. Tanítson bennünket, és azokra a dolgokra figyelmeztessen, amit nyilván szakmai hiányosságunkból mi nem tudunk észrevenni, és természetesen az ő irányításával megpróbáljuk ezt megoldani. Köszönöm szépen. Andrics Aliz. Alizről rögtön elmondom, mert nagyon sok embernek, hogy hát az Aliz az egy jobbikos politikus. Ez igaz. Szerintem becsülettel is vállalta, de már nem az. Nem az. Tehát független képviselőként fog indulni, és én csak jót tudok róla mondani. Az én munkámat rettentően segítette az elmúlt időszakban. Ugye átvette a Feritől egyébként folytatólagosan a pénzügyi bizottságnak az elnöki posztját, és ezt szerintem maximálisan jól elvégezte. Emellett a városban különböző programoknak a lebonyolításában vezető szerepet vállalt. Gondolok itt az Adventre, a Lányvásárnál ugye a népdaléneklési versenyre, és egyáltalán, ha szükség van arra, hogy valahol egy kicsit helyettesítse, mindig tudok rá számítani. Köszönöm szépen. Haklik Anna, vagy ahogy ugye ismerjük, Ani. Ani egy, ugye most elértünk az első olyan képviselőjelölthöz, aki nem volt még képviselő. Anira igazándiból én ott számítanék, hogy az a közösségi munka, amit eddig is tett, és mindannyian tudjátok, hogy tett, rengeteg önzetlen társadalmi munka, felajánlás, amit végzett, ezek azért megmutatták, hogy ő milyen közösségi ember, és én nagyon bízok abban, hogy hasonló szerepet tud majd vállalni az új önkormányzatba is, segíti az embereket. Szerintem, ha az ő szeretete átjárja majd ezt a képviselő testületet, az nagyon jót fog tenni ennek az egész rendszernek, és nyilván a városnak is. Kárpátiné Kovács Zita. Szoktam mondani, hogy az Zitát kell legkevésbé bemutatni, de azért mégis. Nyilván egy nagyon komoly közalkalmazotti múlt áll mögötte. Több civil szervezetben dolgozik, részt vesz, alapított. Ugye az ő neve az most Pécsváradon szinte összenőtt a nyugdíjas klubbal és az idős gondozással, az idős emberekkel való törődéssel, és nem titok, hogy hasonló feladatot szánnék neki, ha bizalmat szavaznak Zitának. Most én elkezdhetném őt dicsérni, de pont az idősek napján, illetve az idősek klubjában is azt mondtam, hogy nem kell, mert őt tényleg mindenki ismeri, és az a rengeteg szó szerint társadalmi munka, amit ő elvégzett és megszervezte az idős embereinknek az életét és a programját és szebbé tette, azt szerintem nem kell sorolni, mindenki tisztában van vele. Pus Kornél. Én úgy vélem, hogy minden önkormányzatban szükség van a gyakorlatias emberre, aki a műszaki dolgokban jártas. Kornél komoly szerepet vállal, teljesen úgy mondom társadalmi munkába az önkormányzatnál futó közmunkaprogramba. Kérte, hogy hagyd dolgozzon velük, és hagyd nézze, hogy ez hogy megy, próbált segíteni, ötletekkel szolgált számunkra. Én ezt nagyon szépen köszönöm ezúton is, és bízok benne, hogy ezzel a gyakorlatiasságával, ezzel a rátermettségével nagyon sokat tud még segíteni az önkormányzatnak. Sós István. Istvánról annyit, hogy pénzügyi szakember, jelenleg is köztisztviselő, ugyan nem Pécsváradon, hanem Nagypalon.
és nem árulok el vele nagy titkot, hogy ezt a szakmaiasságát, ezt a munkáját mindenféleképpen szeretném, ha itt tudnák kamatoztatni, hiszen egy pénzügyi végzettségű emberre mindig szükség van Pécsvárd város önkormányzatában. Sokáig volt is, egy ideje már ilyen típusú ember nem jelentkezett erre a feladatra, úgyhogy én nagyon örülök, hogy a felkérést elfogadta, és bízok benne, hogy ilyen téren segíteni fog az önkormányzat gazdálkodásában. Apa Celler Péter. Hát Péternél is elértünk egy olyan pillanatra, amikor ugye kevésbé kellőt bemutatni, de hát muszáj, ha már itt vagyunk. Péter a kultúra, a zene, ezeknek a folyamatoknak a menedzselésében szerzett óriási tapasztalatot. Az ő szerepét ezen a területen látom az önkormányzatnál, illetve ő korábban nagyobb város polgármestere mellett volt segéd, titkár, aki az ő munkáját felügyelte, menedzselte. Én bízok benne, hogy ezt a feladatot esetleg később a következő polgármester mellett is meg tudná oldani, és én nagyon számítanék is erre. Tóth Györgyi. Györgyi ugye az iskolánk igazgatója. Ő is nagyon régóta képviselőtestületi tag. Az ifjúsági ügy, az oktatási ügy tartozik igazándiból hozzá, és ott segítette az elmúlt 5 évben magas szinten a munkánkat. Emellett nagyon fontos, és itt egy kicsit visszalépnék egyébként a Feri mellé is, a más országokkal kapcsolatban ugye fontos elmondani, hogy több testvérvárosunk van, és a testvérvárosi kapcsolatoknak felvidéken a felelőse Füri Ferenc úr. Ugye német oldalon segít, egyrészt a német nyelv ismeretén keresztül Györgyi, illetve Pannonhalmával ő tartja a kapcsolatot, és már elmondtam többször, hogy a pannonhalmi kapcsolatnak az újraélesztésében volt neki nagyon nagy szerepe. A jelenlegi munkáját, amit végez az önkormányzatban, én úgy gondolom, hogy meg kell őrizni, és ezt a munkát szeretném, hogyha folytatná, ha az önök bizalmát elnyeri. Bauman Anikó. Anikóval kicsit olyan szempontból egyszerű dolga van, ha egy kicsit mindig össze szoktam hasonlítani az Alizzal, bár ő nem képviselő, de ugyanúgy a közösségi munkájára számítunk, és eddig is komoly részt vett ebben a munkában. Őt is ugyanúgy meg tudnám említeni, illetve az ő esetében is az adventi programoknak a szervezését, de bármely olyan program, ami önkormányzathoz közel álló volt, bármikor tudtam rá számítani és segített. Emellett szintén a német nyelvterületen, a testvérvárosi kapcsolatokba, a szervezésbe komoly segítség számomra. Hasonló szerepet is szánnék neki, hogyha önök nyilván bizalmat adnak neki, és ő pedig el fogja ezt fogadni. Most annyit, hogy egy picit én, úgyis jó kiszáradt a szám, egy picit átadnám a szót Bauman Mihály elnök úrnak, aki bemutatná a német nemzetiségi önkormányzatnak a jelöltjeit. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Nem leszek ennyire hosszú, azért, hogy ne raboljam az idejüket, és tehetem ezt azért is, mert a német önkormányzatnál igazából úgy gondolom, hogy elmondható az, hogy az az induló 7 jelölt egyébként barátságban együtt indul, együtt szerveztük ezeket a dolgainkat, jelezve azt is, hogy természetesen ebből csak 5-en tudunk bekerülni, 2 ember értelemszerűen nem fog bekerülni, hogy ez egészen biztosan nem jelent konfliktust a későbbiekben, bárki is legyen ez a 2. Én köszönöm szépen polgármester úrnak azt, hogy lehetőséget kapunk, hogy ezen a fórumon mi is megszólaljunk. De ezt azért is tartom nagyon fontosnak, mert szeretném azt is jelezni, hogy az összes eddigi önkormányzattal jó kapcsolatot ápolt a német önkormányzat, de különösen jól működött ez a fajta együttműködés zádori polgármester úrral. És hogyha a programra akarok egy kicsit beszélni, akkor igazából én nem ígérnék túlságosan sokat, annyit ígérnék, hogy a jelenlegi, eddigi programjainkat szeretnénk ilyen módon folytatni, hisz talán közös véleményen vagyunk, amikor arról beszélünk, hogy gazdag
kulturális programot állít össze a német önkormányzat, együttműködve a nagy önkormányzattal. Segít különböző területeken, így például a német ajkú testvérvárosokkal a kapcsolattartás az, amit fontosnak érzünk, hogy ebben maximálisan a várost támogassuk és együtt működjünk ezekbe a dolgokba. És ugye új elemként jelent meg az, hogy az óvodának a fenntartói jogait vettük át a várostól, ahol szintén arról tudok beszámolni, és menet közben is látszott, hogy ez igazából szintén egy közös munka a várossal, annak ellenére, hogy mi vagyunk a fenntartók, kénytelenek is vagyunk, el kell, hogy mondjam, hiszen nekünk nincs apparátusunk, ami ezeket a feladatokat el tudná látni, ebbe a polgármesteri hivataltól kapunk segítséget, és valahol az anyagi hátterünk, fedezetünk sem olyan, hogy ezzel felmernénk adott esetben vállalni ezt a feladatot, vagy felmertük volna vállalni. Megkaptuk azt a garanciát, hogy abban az esetben, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor az önkormányzat anyagiakban segíti a munkánkat, hisz a városért tesszük ezt a dolgot. Mindenképpen szerencsésnek tartom, hogy ez a dolog így alakult, mert egyrészt én azt érzékelem, hogy az óvodában, a nemzetiségi óvodában a német oktatás, minthogyha egy kicsit megmozdult volna, minthogyha több hangsúlyt fektetnek rá. Mi próbálunk azzal segíteni, és erre volt már több példa, hogy kihasználva a német testvérvárosokat, német ajkú testvérvárosokat, az óvonőknek szervezünk oda tanulmányutakat, hogy a kinti tapasztalatokat át tudják venni. És különösen fontosnak tartom azt, hogy szerencsére úgy alakult a helyzet, hogy ez a fajta lehetőség, hogy mi vagyunk a fenntartói az óvodának, ez egyúttal olyan helyzetet teremtett, hogy az évek során több mint 30 millió forint plusz támogatást, tehát olyan pénzeket, ami nem juthatott volna ide, tudtunk megpályázni, megkapni, és úgy tűnik, hogy ez a folyamat ez tud folytatódni, tehát ez teszi azt lehetővé, hogy például most két csoportban a bútorokat komplett lecseréltük az óvodában, tette lehetővé azt, hogy a játszóterek, játékok megújuljanak, és teszi reményem szerint lehetővé azt, hogy a következő években is mindig egy-egy ilyen akár több tízmilliós tétellel az óvoda és a mi óvodánk, a Pécsváradi óvoda bővüljön, javuljon. Nagyon röviden a képviselő jelöltekről. Én szeretném azokkal kezdeni, akik már több cikluson keresztül képviselő jelöltek, tehát kezdeném Tóth Györgyivel, aki elvállalta azt, hogy a továbbiakban a német önkormányzatban is tevékenykedik a megválasztása esetén. Őrá abból a szempontból számíthatunk, hogy a beosztása révén közvetlen kapcsolat van így az iskola irányába, tehát a német önkormányzat és az iskola együttműködése biztosított ezen a réven. Nincs közöttünk Gászné Bőz Bernadett jelöltünk, aki szintén már több ciklus óta önkormányzati képviselő. Azért nincs közöttünk, mert ő doktori iskolában jár, és valószínűleg ez nem tette lehetővé, jelezte, hogy esetleg késve ideér, de ezek szerint úgy alakult, hogy nem tette meg. Talán nem kell különösebben bemutatnom, hisz ő nem csak a német önkormányzatban nagyon aktív, hanem nagyon aktív a város közéletében is. A városmarketing, a vár irányítása kapcsolódik hozzá, és hát azt gondolom, hogy talán mindenki kívülálló is látja azt, hogy milyen nagy erőbedobással végzi ezeket a feladatokat. Tényleg a német önkormányzat szempontjából is nagyon sokat köszönhetünk neki. Mivel Apaceller József úr 25 év után nem vállalta, hogy a továbbiakban is jelölteti magát, ezért úgy döntöttünk, hogy új jelöltekkel próbálkozunk, új jelölteket állítunk. Folytatnám a sort feleségemmel, Bauma Mihályné Anikóval, akit, mivel önkormányzati képviselőként is indul, talán nem kell hosszan bemutatnom. Én is azt hangsúlyoznám, hogy ugyan eddig nem volt német önkormányzati képviselő, de mint a Német Klub vezetőségi tagja, és mint a feleségem, rengeteg terhet vett le a vállamról, eléggé elfoglalt vagyok,
nagyon sok olyan dolgot, szervezési feladatot vállalt át eddig is, amivel a német önkormányzatnak a munkáját segítette. Mi komolyan gondoltuk azt, hogy próbálunk fiatalítani, és ezért felkértünk két olyan fiatalt, akit talán önök kevésbé ismerhetnek, hisz egy, illetve talán másfél éve laktok ti itt Levente, kettő éve laknak itt Leventék, de először Hirman Andrásról szeretnék beszélni. Hirman András épületgépészmérnök, a tanítványom, picit én beszéltem rá, hogy pécsi lakosként jelezte, hogy szeretne valahol a környéken inkább lakni, és én beszéltem rá, hogy akkor ez talán lehetne esetleg Pécsvárad is. Ahogy említettem, épületgépészmérnök, de egy olyan jellegű tevékenységet folytat, ami viszonylag sok szabad időt tesz lehetővé, hogy sok szabad ideje van, ő szervezheti, hogy mikor, milyen időszakban dolgozik, dolgozhat éjjel is. Viccet félretéve, ez azt jelenti, hogy igazából számíthatunk az ő segítségére a következő időszakban. Kiválóan beszél németül, angolul, és egyébként a nemzetiséggel szemben is azt kell, hogy mondjam, hogy elfogult, tehát feladatának érzi azt, hogy elsősorban a fiatalokat szólítsa meg ezen a területen. Lehmann Levente a következő jelöltünk. Levente ugyanúgy, mint András, nemrégiben, ő egy kicsit korábban, két éve lakik a városunkban, mind a ketten friss házasok, és nemrégiben született mind a kettőnél egyébként kisgyerek is. Tehát ilyen szempontból úgy tűnik, hogy lassan kezdenek megállapodni. Leventéről azt kell tudni, hogy ő közgazdászként dolgozik, de egyébként bonyhádi születésű, és már gyerekkora óta részt vesz a német nemzetiségnek az életében. Bonyhádon viszonylag gazdag a néptánccal kapcsolatos program, az ottani Grenzlein táncegyüttesnek volt tagja, később vezetőségi tagja is addig, ameddig el nem költözött. Tehát ő kisgyerekkorától ezt a területet ápolja, és ezt szeretné itt folytatni a továbbiakban is. Végül Weintraut Jánost kell kimentenem, aki szintén nincs jelen körünkbe. János villamosmérnökként több évet vagy évtizedet dolgozott Németországban, ezért kiváló a nyelvismerete. A mostani munkaköre, mostani munka lehetőségei biztosítják azt, hogy ő most több időt szánhat ilyen társadalmi feladatokra is. A Német Klub munkájába is aktívan bekapcsolódott, és azt reméljük, hogy megválasztása esetén, vagy meg nem választása esetén is, hisz jeleztem, hogy megbeszéltük azt, hogy igazából akkor is együtt dolgozunk, ha véletlen valamelyikünket nem választják meg önök, akkor is szívesen folytatja azt a tevékenységet, ami a német nemzetiségnek a javára szolgál. Talán nagyon röviden azért a választással kapcsolatosan egy technikai információt hadd osszak meg önökkel. Ez most egy olyan választás lesz ellentétben a parlamenti választásokkal, ahol az, aki a német nemzetiségi választással jelöltette magát, nem szavazhatott pártra. Itt nincs ilyesmi, tehát semmifajta korlátozás nincs. A normál szavazás mellett 3 szavazó cédulát kap az, aki nemzetiségi választással jelöltette magát. Egyet a helyi önkormányzati választásra, ezen 7 jelölt, az említett 7 jelöltnek a neve, illetve 6-ról beszéltem, természetesen én vagyok a 7., aki jelöltként indultunk. A 7 közül 5-re szabad szavazni, maximum 5-re, szabad kevesebbre is, de kérném, hogy használja ki mindenki azt, hogy 5-re lehet szavazni. Emellett lesz 2 másik listás szavazati lehetőség. A Baranya megyei német önkormányzat listájára lehet szavazni. Ez egy nagyon egyszerű szavazás lesz, mert egyetlen lista tag lesz, vagy egyetlen névsor lesz ott. Mellékesen megjegyzem, az én nevem is szerepel ezen a listán, tehát aki arra igennel szavaz, az egyúttal a Baranya megyei német önkormányzatba juttat be.
de nincs konkurencia, tehát ez már csak egy technikai kérdés. És hasonlóképpen technikai kérdés, mert hál' Istennek ilyen szempontból a német nemzetiség nagyon jól szervezett, ellentétben más nemzetiségekkel, esetleg több lista is szerepel a szavazólapon. Az országos német önkormányzatnak a listáját is igazából demokratikus úton döntöttük el, akkor, amikor az összes Baranya megyei német önkormányzat közösen körülbelül 2 hónappal ezelőtt szavazott arról, hogy kik legyenek azok a baranyaiak, akik felkerülnek erre a listára. Az országos önkormányzat pedig lakosság létszám alapon döntött el, hogy melyik területről hány embert fogad be. Tehát jelzem, hogy a talán 49 fős országos német önkormányzatba 12 baranyai képviselő lesz a következő időszakban, és abban is reménykedem, hogy a német önkormányzatnak az elnöke is baranyai lesz, tehát ilyen szempontból erősíteni tudjuk Baranyát ebből a dologban. Talán ennyit nagyon röviden, és akkor visszaadnám Jánosnak a mikrofont, hogy a továbbiakat vezényelje ő. Köszönöm szépen, akkor én is gyorsan egy technikai, ugye ha már Misi elmondta a német oldalt, a nemzetiségi oldalt, akkor... Picit hülyén hangzik, de egy nagyon fontos technikai kérdés, zöld szavazólapok lesznek, amik a nemzetiségi önkormányzat szavazatai lesznek, ezeket egy zöld borítékba be kell rakni, és le kell zárni. Ha nem zárja le valaki a borítékot, akkor az érvénytelen lesz. Jó? Tehát azért mondom, hogy kicsit hülyén hangzik, nem itt fogják helyben ezeket kiértékelni, szállítják, és amelyik nyitott boríték, az érvénytelennek minősül. Jó? Tehát ezért kérek mindenkit, hogy figyeljen arra, hogy a zöld borítékot a zöld dobozba kell dobni, és le kell zárni. Köszönöm szépen, ez nagyon fontos. Akkor az önkormányzati választásról pedig annyit ugye nagyon sokan kérdezték, érkeztek nagyon érdekes feltevések is. Tehát ugye lesz egy lap, amin a polgármester jelöltek közül kell egyet beixelni. Azért mondom, hogy egyet, mert ha egynél többet, akkor az a szavazat érvénytelen. Ott ugye 4 név lesz. A képviselők közül pedig lesz 19 név, a 19-ből 6-ot, de csak 6-ot lehet maximum. Ha egyel többet húznak sajnos, az is elmegy. Most mondhatnám azt, hogy jelöljenek be 6-ot, de hát önök el tudják dönteni, hogy mennyit akarnak, csak 6-nál többet tényleg nem, mert akkor kár volt, hogy elmentek. Nálunk egyébként nem lesz színes, tehát sima fehér boríték lesz, és csak azt kell bedobni. Nagyon fontos az, hogy megjelent a hírmondó. A hírmondóban jegyző úr rögtön az legelején írt egy rövid cikket. Ha valakinek vannak kérdései, olvassa először el, ha pedig ez se ad neki választ a kérdésére, minden szavazatszámláló bizottságban kérdezhet, és kérdezzenek is. Nehogy az legyen a probléma, hogy ja, én így gondoltam, vagy úgy gondoltam. Őnekik kötelességük válaszolni, és nyilván fognak is válaszolni erre a dologra. Én azt szeretném kérni, és ezzel tulajdonképpen a mi bemutatkozásunkat le is zárnám, hogyha önök, akik aláírták azt a talán visszaemlékeznek többen, azt a papírt, amiben kérték, hogy mégis induljak polgármesternek, ez a különböző fórumokon összesen 1400 nevet jelentett. Az önök felelőssége, hogy én most itt vagyok, tehát önök tettek ide engem, és kérték, hogy legyek. Akkor nekem is hagyj legyen önök felé egy kérésem. Ha képviselőtre szavaznak, az itt felsorolt kollégáim közül szavazzanak, mert ezzel fognak engem segíteni. Ha más képviselőre, természetesen megvan a joguk erre is, meg a lehetőségük, és nem is szeretném azt mondani, hogy erőszakkal én most bárkit erre meg akarok győzni, de ha úgy gondolják, hogy Zádori János polgármesternek a munkájával elégedettek voltak az elmúlt 5 évben, és szeretnék, hogy ezt folytassa ez az ember, akkor annyit tegyenek meg, hogy egy nyugodt környezetben lehessen dolgozni, hogy csak a jelenlévő 10, de csak is ezek közül a 10 ember közül jelöljenek és szavazzanak képviselőt. Nyilván a másik csoport ugyanezt el fogja mondani, ez érthető. Tehát mindenki azzal szeretne dolgozni, akinek a munkájában bízik abban, hogy tehát nem hátráltatja, hanem nyilván kritikusan, de segíti a munkájukat.
munkáját. Én ezt kérem, hogy kollégáimra, leendő kollégáimra, mert bízok ebben, szavazzanak és segítsenek engem abban, hogy egy kicsit egyszerűbb legyen a munkám, mint az elmúlt 5 évnek az eleje. És nyilván tudják, hogy miről beszélek. Én ezt szeretném kérni, és az utolsó, mondjuk úgy napirendi ponthoz értünk. Kérdéseket várunk, én arra szeretném önöket biztatni, hogy kérdezzenek. Azt is megköszönném, hogyha a kérdés feltevésekor megjelölnék azt, hogy kihez teszik fel ezt a kérdést. Amit szeretnék viszont önöktől kérni, ha már ez a fórum, ez nem egy polgármesteri fórum, hogy a személyeskedést, a sértegetést, azt kerüljük el. Volt az szerintem az utóbbi időben bőven. Én azért hívtam ide önöket, hogy azokat az építő jellegű gondolataikat, kérdéseiket, véleményeiket meghallgassuk, amivel talán, ha bizalmat kapunk, tudjuk segíteni Pécsvárad fejlődését. És még egy kérés, amit Füri Feri elmondott, hogy csak mikrofonba beszéljenek, mert különben a tévénézők nem fogják hallani. Tehát ha valaki felteszi a kezét, én annyira fogom vezényelni a dolgot, hogy mindig mondom, hogy ki az, aki megszólalhat, és nyilván bátran hozzá kell tenni, mert elmondtuk az elején, hogy természetesen az a tévébe bent lesz. Úgyhogy én ezennel átadom önöknek a lehetőséget. Ha valakinek van kérdése, akkor kérem, tegye fel a kezét. Zsolti barátom segít abban, hogy ha valaki hátrébb van, akkor oda viszi neki. Ha nagyon közel van, akkor én nagyon szívesen ezt a mikrofont is oda tudom adni. Parancsoljanak! Azért nem hiszem, hogy nincs senkinek kérdése. Az látva a Facebookot, bocsánat, hogy ezt mondom, de hát itt azért annyi kérdés volt, hogy megválaszolatlan, és megválaszolt, hogy hihetetlen. Parancsolj, Mário, oda viszem neked, jó? Köszönöm szépen, Lizicki Mário. A képviselőjelölt, az a 10 képviselőjelölthöz tenném fel az első kérdésemet, mégpedig segítsenek abba, hogy a választók el tudják dönteni, hogy a 10 közül melyikőjükre szavazzanak, hiszen 10-ből maximum 6-an tudnak beülni abba a testületbe, és végignézve, meg olvasva a hírmondóba, nekem mindegyikről egy jött le, hogy önök mindannyian, vagy ti mindannyian azt támogatjátok, hogy a János végigvigye a programját. Na most ez alapján, a kijelentés alapján, a 10-ből hogyan választanak az emberek 6-ot? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Akkor gyorsan, mert nyilván van lehetőségük, de egy gondolatot hagyd mondjak el. Ezt a program, ez nem az én programom. Ezt mi megbeszéltük mindannyian. Mindenki hozzátette a saját gondolatait. És való igaz, 6-ra lehet szavazni, ezt el is mondtam. De én úgy gondolom, hogy kell adni lehetőséget a pécsváradiaknak. Te például tudnál 6 olyan embert, aki mindenkinek szimpatikus, és olyat választani? Nyilván nem. És nem akarom őket megsérteni, mert és magamat is ide sorolom, nyilván az emberek tudnak választani. A pécsváradi polgárok vannak annyira józanak és önállóak, hogy ki tudják jelölni, hogy 1, 2, 3, 4, 5 vagy esetleg 6 szimpatikus nekik. Ha nem, akkor természetesen vagy senkire, vagy csak 1-2-re szavaznak. Ez így működik, ezt úgy gondolom, hogy el kellett mondjam, de én nagyon szívesen átadom a szót, hogyha valaki még ezen felül szeretne valamit mondani. Nem tudom, hogy kielégítő volt a válasz. Azért mondtam, hogy szívesen, nem tudom, valaki akar erre reagálni? Nem. Köszönöm szépen azért a kérdést, mert egyébként ugye tudják, hogy Mário egyébként ugyanúgy polgármesteri aspiráns, és a kérdés maga az teljesen logikus, mert ha több jelölt van, abból nyilván nem lehet 10-et jelölni, mert ha valaki most mind a 10-et behúzná, akkor érvénytelen szavazat lenne. További kérdés esetleg? Oda viszont. Mivel nem kérdeztek, azért
szerettem volna szót kérni, mert hiszen a polgármester úr a felvezetőjében néztem az órámat, 35 percet foglalkozott. 35, hangosan mondom pedig, nem tudom, hogy erősíteni lehet, de 35 percet foglalkozott körülbelül velem. És én vagyok a legfőbb problémája ezek szerint, és én erre szeretnék egy kicsit válaszolni önöknek, csak annyit, amennyit lehet, és amennyivel nem untatom önöket. Ugye a önök bizonyára emlékeznek arra, hogy amikor megválasztották a polgármester urat, én 4 évig nagyon kiválóan együttműködtem vele. Ott voltam mindenhol, kritika el nem hangzott, nem volt veszekedés, nem volt úgymond, mint ahogy a polgármester úr elmondja, szembenállás, hanem minden ment a maga útján, módján, én nem gátoltam. Az első probléma az akkor keletkezett, amikor a polgármester úr, talán bizonyára emlékeznek, a sajtóban közzétette, hogy a városnak sikerült ledolgoznia azt a hátrányát, amit az előző vezetés okozott. Na, itt szakadt el nálam a cérna, és ezért írtam azt a Öntsünk tiszta vizet a pohárba, amin én a nevemet is odaírtam, mert én, amit elmondok, azt vállalom. Nos, ebben később a polgármester úr, miután ezt megtudta, rácáfolt, hogy akkor már számszerű összegeket mondott, hogy 100 milliós veszteséget okoztam a városnak. Most én erre közöltem abban az írományban azt az átadás átvételi dokumentumot, tudják, amit minden polgármester, mikor átadja a feladatát a másiknak, attól a pillanattól kezdve semmilyen pénzügyi döntésért nem felelős, viszont amit előtte tett, azt mind arra az okmányra rávezetik. Tehát gyakorlatilag, és még egy, amit a polgármester úr elfelejtett elmondani, hogy ezt a hivatal állítja össze, és tulajdonképpen a kormányhivatal az, amelyik ellenőrzi. Most erre rendkívül kevés idő áll rendelkezésre, de ezt elkészítették, és a hivatal pénzügyi osztályán készítették el. Eszerint én azon pénzösszegekkel adtam át, amit a polgármester úr is helyesen mondott el, 26 millió forinttal, és ugyanakkor ezen olyan kérdések is vannak, fel tudom mutatni, mert elkértem a kormányhivatalba is, mert többen azt mondták, hogy nincs rajta aláírás, meg hamis, meg ilyet bárki összeállíthat. Kormányhivatal ezt elküldte a kormány megbízott aláírásával, és tulajdonképpen ezen az szerepel, hogy én október 13-án hiány nélkül, hitel nélkül és a hitelkeret fel nem használása nélkül adtam át a várost. Higgyék el, hogy én a becsületemet védtem, mert amikor én átvettem Zsáli János polgármester úrtól a ugyanezen átadás átvétel keretén belül a város pénzügyeit, akkor 2 dolgot mondott a polgármester úr nekem, amit én Zádori János polgármester úrnak is elmondtam. Nekem azt mondta, hogy Feri, vigyázz a városra, és nem utogass vissza. Én ugyanezekkel a szavakkal adtam át, ezt és írtam alá, hogy vigyázz a városra, János, és nem utogass hátra. Most az a kérdésem, hogy ki kezdte a hátramutogatást, és miért? És akkor itt szeretnék kitenni, hogyha nem untatom önöket arra, hogy dicsérjem Zádori Jánost. Zádori János nagyon kiváló kommunikátor. Szeretik az emberek. Azt is tudom, hogy miért. Mert közvetlenül kapcsolatot létesít vele Facebookon, az utcán, mindenhol. Egy rendkívül kedves ember. Sőt, segítőkész. Mindenkinek segít, aki kéri, és akinek tud, van akinek, csak ígér természetesen, mert a lehetőségei nem végtelenek, de nagyon sok embert pénzzel is támogatott. Sok pénzzel, amit úgymond a saját zsebéből fizetett. Ez is rendben van, ezt megteheti mindenki, és a vállalkozók is gyakran ezzel élhetnek. Mégis az a kérdésem, hogy miért volt szüksége erre, és erre szeretnék rávilágítani, azért, mert emellett, hogy ilyen jó ember, egy kicsit könnyelmű is, és a könnyelmű ember az nagyon könnyen jut el arra, hogy felelőtlenné válik. Olyan beruházásokat és olyan pénzügyi kiadásokat tett ő közvetlen azután, hogy átvette tőlem a várost, hogy nagyon gyorsan 50 millió forint hiány keletkezett, és ezt a város pénzügyi osztályvezetője is megerősítette, hogy ennél több nem is lehetett. Tehát szó sem volt, hogy az első évben 100 millió keletkezett.
hanem ahogy a polgármester úr is elmondta, hogy milyen számlák voltak, amit az én nyakamba igyekszik varni, például 24 millió forint pótmunkát rendelt ő az aláírásával, ami előkereshető, és nem én. A pótmunkákat külön szerződésben kell rögzíteni, ezt nem én rendeltem már el. Ugyanez volt az apartmanháznál is. Én nem vonom kétségbe, hogy azokra nem volt szükség, de a pályázaton belül maradtunk mindvégig, amíg ezek el nem készültek. Ha ezt összeadják, akkor ez már 40 millió forint fölött van. És ezeket nem én rendeltem meg. Azon kívül higgyék el, hogy a törvény is úgy szól, hogy október 13-a után én nem tartozok semmilyen pénzügyi felelősséggel. Tehát mindazok, amiket ez a számháború, amit itt fölvezetett a polgármester úr, ez nem... Egyszerűen érthetetlen, hogyha ezt hallja egy olyan hivatalvezető, vagy egy kormány megbízott, vagy bárki, aki ehhez ért, akkor tulajdonképpen azt látja, hogy itt megpróbál utólag az saját hibái és a könnyelműsége miatt mószerolni engem. Kérdezem én, mi szükség volt erre? És akkor hadd ne beszéljek arról, mert hiszen a polgármester úr azt mondta, hogy folyamatban lévő ügyekről ne nyilatkozzon, hát a felét elmondta a polgármester úr. De én ezt nem teszem meg. Én azt is vállaltam, hogy én vagyok a följelentő bizonyos esetekben, és ezelőtt nem bújok el. Vállaltam a törvény előtt is, és majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. De kérdezem én, hogy a polgármester úr miért hallgatta el, mikor már két ide jött Pécsváradra, 2012 óta folyik rendőrségi vizsgálat ellene különböző ügyek miatt, hogy most is folyamatban van bírósági ügyei. És sorolhatnám, ez nem személyeskedés. Jó, nem, ez ide tartozik. Ugyanis a polgármester és a polgármester jelöltől azt várják el mindenhol, hogy makulátlan legyen. Hogy még a gyanúja se legyen rajta. Ő nem bűnöző vagy bűnös, mert nem ítélték el. És főleg nem jogerősen. Önök, akik azt elhiszik, hogy ebből tulajdonképpen nem lesz semmi, mind bíznak az ártatlanság vélelmébe, és nagyon helyesen teszik. Jogilag ez így helyes. De kérdezem én, jó-e Pécsváradnak az, hogyha a gyanú árnyéka esik egy polgármesterre, hogy adnak a közpénzekből majd, amik lehetőség van pályázatokon, mekkora eséllyel pályáz majd Pécsvárad. És sorolhatnám még, mi minden hátránya van, ami a való élet. Miért nincs itt az országgyűlési képviselő? Miért fog elmenni a holnapi fórumára a másik csapatnak, ahol hangsúlyozom, hogy én nem vagyok benne, annak ellenére, hogy azon a listán ott szerepelek. Én csak képviselőként jelentkeztem, és csak azért, és ezt értsék meg, mert én azt el tudtam fogadni, hogy önök engem nem választottak meg. De azért jelentkeztem képviselőnek, hogy legyen valaki, aki kérdez, és nem némán ül és bólogat. Mert ez mindezt, amik történtek, megakadályozhatták volna, és meg is próbálták az elején, hogyha azt a kiadványt önök elolvasták, azt a második kiadványt, azon nagyon pontosan le volt írva, hogy a képviselőtestetnek sok mindenről tudomása volt. Csak nem volt senki közöttük, aki ezt fölvállalta volna. Még a képviselőnek is elmondták, és ide hívták őket. Szeretném elmondani, hogy nyugodtan válasszanak. Válasszák akár ők is. Vannak tisztességes emberek közöttük. De olyan testület legyen, aki kérdez, aki kérdezni mer, akinek van véleménye, és a vitában edződik a demokrácia. Ennyi az egész. És köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Mindjárt átadom a szót, mert fel is szeretnél erre reagálni. Tehát van közöttünk tisztességes, azt hozzáteszem. A fele az lehet, hogy gazember, de azért van. Elmondom önöknek, hogy milyen telefont kaptam én 13-án 5 évvel ezelőtt. Ebből mindent meg fognak érteni. Bíró Ferenc fölhívott, gratulálok. 2 órával később lett csak egyébként eredmény, de nyilván lehetett sejteni. János, egyre kérlek, vigyázz a városomra. Nem a városra, azt mondtad a városomra. Mit mondtam erre? Ez nem a te városod, ez a mi városunk. Majd utána, jó? Tehát ez a mi városunk, a tiédé az másfél cikluson volt, azt éreztük is. Ez az egyik. Ez nagyon fontos. A másik, a jegyző úr kár, hogy nincs itt, mert velem nagyon súlyosan erről elbeszélgettünk, és ő kioktatott engem, hogy ez az átadás átvételi jegyzőkönyv, ez semmi. Ezt tudják mi? Ez egy pillanatnyi állapot. Tehát ez az, hogy mondhatom önöknek, hogy van a zsebemben 400 forint.
de van 600 millió tartozásom, ez pont ezt jelöli. Persze, természetesen a hiteleket fel kell tüntetni, hitel nem volt, de 30, még egyszer mondom, csak ezt az egy tételt hagy mondjam, 36 millió forint pályázati előleget Pécsváradváros önkormányzata átvezetett a folyószámlájára és elköltött. Szabálytalanul. Ezért megbüntettek bennünket 1,2 millió forintra, ami egyébként kimutatható, megkérdezhető, vagy hívják föl esetleg az adott hatóságot, meg fogják mondani, hiszen a szabály szerint a pályázati pénzeket teljesen önálló számlán kell kezelni. Ma már nekünk, hál' Istennek, nincs ilyen problémánk, hiszen az államkincstár saját számláján tartja ezeket a pénzeket, így nem tud összekeveredni. Tehát ez nagyon fontos. És az, hogy az itt lévő emberek nem szólalnak meg, az nem azt jelenti, hogy őnekik nincs véleményük, hanem inkább azt jelenti, hogy ez egy igazi csapat. Tehát mi átbeszéltük ezeket a dolgokat, több órákon át tartó megbeszélésünk volt, akár a programról, akár arról, hogy hogy álljunk neki ennek az 5 évnek. És azt az ő nevükbe visszautasítanám, hogy van köztük tisztességes ember, mert ez a mondat nem azt jelenti, hogy mindenki tisztességes. Most ki kéne választani, hogy melyik a 10 közül az, aki nem tisztességes. De én nagyon szívesen átadom nektek a mikrofont, hogyha valaki akar erre reagálni, mert nehogy az legyen, hogy itt egyedül én jártatom csak a számot. Én csak annyit mondanák, hogy akinek nem inge, ugye az nem veszi magára. Köszönöm szépen. Bocsánat. Elnézést, nem vettük észre. Vagy nem vettem észre. Köszönöm szépen, és ne haragudjatok. Nincs köztünk makulátlan ember. Mi úgy vagyunk emberek összegyúrva, hogy van bennünk jó is, rossz is, van bennünk okosság is, van bennünk butaság is, van bennünk kreativitás is, van bennünk tunyaság is, van bennünk könnyelműség is, van bennünk határozottság is. Így vagyunk emberek. Egyben, akik itt ülünk minnyájon, egyben azonosak vagyunk. Pécsváradiak vagyunk. Pécsváradi lakosok vagyunk, akik tenni szeretnénk ezért a városért. Én magam szeretnék egy olyan városban élni, ahol nem spiclik, nem besugók, nem gyáva emberek élnek, hanem olyanok, akik kimernek állni, és nem egy olyan csodálatos embert, akit én tisztelek tulajdonképpen, de csak úgy, mint orvost, doki. Nagyon-nagyon jó orvos vagy, nagyon jó ember vagy, és nem tudom, mi a jó fenének vállalod fel, azoknak az embereknek a sérelmeit, akik nem mernek egyedül maguk kiállni, ha valamit tudnak, ha valami a tudomásukra jutott, mert a tehetségeseket kéne mecénáskodnod, nem a gyávákat. A másik dolog az, hogy nagyon szeretnék úgy élni Pécsváradon, hogy a posta előtt ne essek hasra a járdán, hogy az unokám ne szoruljon be a játszótéren a hintába, hogy ne kelljen azért küszkölődnöm, hogy kiváló emberek miért egymást bántják. Mert Zádori János is egy kiváló ember, a Bíró Ferenc is egy kiváló ember, és vagyunk itt még egy páron talán, és ha ott körbenézek, akik előttem ülnek, nem tudnék egy emberre azt mondani, hogy ő rá ezért nem szavazok, vagy azért nem szavazok, a hatot tudom, ahogy én tudom a hatot, úgy a másik ember is fogja tudni azt a hatot. És úgy fog összeállni az a 10 ember, akivel majd Zádori János reményeim szerint dolgozni fog. Köszönöm szépen. Nem nagyon fűznék hozzá semmit, én valamilyen szinten egyetértek ezzel, amit elhangzott. Ja, bocsánat, hátul. Jó estét kívánok, Bognár András vagyok. Ezeket a napokat, amit átéltünk, mi pécsváradiak, én úgy gondolom, hogy ez Pécsváradon soha nem volt. Ez a mocskosság, ami történt itt, ez eddig nem fordult elő. De azért szeretnék kérdezni a Bíró Ferenctől például azt,
hogy nem érzi a felelősségét annak, ami az uszodával történt. Vagy például az iskolába, amikor a zeneiskolát kialakították, engedély nélküli kialakításával. Vagy a szilágypusztai közösségi ház megépítésével, és most sorolhatnák sok minden mást. A másik, hogy arra hivatkoztál, Feri, hogy te egy független jelölt vagy. Kitől vagy független? A Fidesztől? Mert rajtalan Fidesz támogatottságod is, akkor milyen független vagy? El kell vállalni azt, hogy mi vagy, és akkor utána rendben van minden. Az az egyenes, én úgy gondolom, az az egyenes beszéd. Köszönöm szépen. Nem, mivel nem engem szólított meg, visszaodanom neked a szót. Igazából véve én úgy gondolom, hogy ez nem az én fórumom, de nagyon szívesen válaszolok neked utána kint, Bandi, vagy ha önöket nem mutatom, akkor tudok válaszolni ezekre a kérdésekre. Először is már Andi Csallisz is megkérdezte tőlem akkor, amikor ő pártképviselőként indult, tehát úgy, mint pártképviselő. Te nagyon jól tudod, Bandi, hogy kétféle van, az egyik a támogatással, soha nem tagadtam, hogy Fidesz tag vagyok. De mint polgármester is csak Fidesz támogatással indultam, és mindez azért, mert úgy gondolom, hogy másodlagos dolog a párt hovatartozás, amikor az ember polgármesternek indul. De én ezt nem tagadtam és vállaltam, és nyilvánvalóan mások is vállalták, hogy elfogadják a Fidesz támogatását. Ez nem jelenti azt, hogy ez párttagság. Ez az egyik. A másik, amit elkezdtél, az uszoda. Na, ez egy nagyon érdekes dolog, mert én erre nem reagáltam volna, de amikor az uszodában megtörtént a baj, akkor rögtön elkezdtük, és a polgármester úr helyesen mondta, hogy a felelősséget megállapították, hogy ez kivitelezési hiba. Ezt körülbelül megvásároltuk még a csempét is hozzá, hogy gyorsan meg tudjuk csinálni. Más dolog lett volna ennek a jogi lebonyolítása. Akkor jött a polgármester, és azt mondta, hogy ezt ripsz-ropsz meg kell csinálni, és megcsinálták 10 millió forintért. Utólag azt mondom, hogy helyes, mert nem kellett még 2 hónapot várni a gyerekeknek, vagy 3 hónapot, hogy újra csempézett medence legyen, és lehet, hogy megint lehullott volna róla a csempe, ezt se vonom kétségbe, mert hiszen a csempés medence az ezzel jár, de nagyon durva kivitelezési hibákat találtak, és szakértői véleményt kért Pécsvárad városa, 2 is. Ez mindegyik 2-300 ezer forintba került, a műszaki főiskolán készítették az egyiket, ez mind rendelkezésre állt. Polgármester úr gyorsan akart eredményt produkálni, nem vonom kétségbe, hogy 10 millió forintot költött rá. Mi ezt ingyen megcsináltattuk volna, hogyha utána az AIF kifizeti tulajdonképpen azt, ami őt terhelte, vagyis a kivitelezési hiba miatti költségeket. Lehet, hogy 2-3 évi pereskedés lett volna, de megvan. Én úgy gondolom, hogy az igazság az, aki elcseszte, az csinálja meg. Ő gyorsan kijavította, és elfelejtettük az egészet. Az ügyből se lett semmi, pedig ebben perelhető lett volna, de hát ez már nem az én dolgom, mert nem én voltam továbbiakban a polgármester. A másik ügyek pedig például a szilágypusztai ház. Szilágypusztán most megvádolnak azzal, hogy nem volt építési engedély. Terv volt minden, a polgármester nem egyedül intéz mindent, volt műszaki osztály, megcsináltuk az épületet, mert hiszen ez volt a fontos, hogy a szilágypusztaiaknak nem volt egy olyan hely, ahova beüljenek, vagy nem csak, hogy beüljenek, ahol egy vizsgálatot lehetett volna csinálni, hiszen privatizálták az állami gazdaságnak a különböző egységeit, helységeit. Tehát egyszerűen egy olyan közterülete a városnak, szilágypuszta, egy csatolt közterülete, ahol nem volt egy olyan hely, ahol beszélni lehessen. Ezért gyorsan megcsináltuk, saját pénzből. Mint egy 3 millió forintból azt az épületet. Az igaz, hogy nem készült el, de az is igaz, hogy utána a polgármester úr pályázatot nyert erre, és gyönyörűen befejezte. Az már kérdés, és a szilágypusztaiak tudnának rá választ adni, hogy miért nem történt meg az, ami akkor is ott az ígéreteibe szerepel, hogy számítástechnikai berendezést mindent kapnak, és az egy élő közösségi ház lesz. Hát az egy holt közösségi ház volt. Még a kályhát is, amit vettünk, azt is szétverték és széthorták, nem volt tulajdonosa, nem volt, aki karba tartsa, és ez mind a mai napig így volt, csak mindig, amikor jön egy választás, akkor megígérik, hogy majd úgy lesz, én bízom benne, hogy majd így is lesz. És a harmadik, az nem is tudom, melyik beruházás volt.
A zeneiskola. A zeneiskolánál szülői kívánságot, nem mondják azt most azok a szülők, hogy jó dolog volt, hogy kísérgetni kellett a gyerekeiket az általános iskolából oda ki a zeneiskolába. Hát mi ezt a problémát akartuk megoldani, és azt mondták, mivel ez az iskola tetőterében volt, hogy itt tulajdonképpen kisebb átalakítások miatt igazán nem is kell engedélyezés. Önkormányzati tulajdon volt ez az egész, megcsináltuk 6 millió forintból. 6 millió forintba került akkor, és kialakítottak. Nagyon sokan támadták, hogy nem igazán jó. Az a kérdésem, hogy jó-e az most, hogy oda járhatnak a gyerekek, és nem kell kísérgetni őket, és ott szerintem jó. Ezt nem lehet kétségbe vonni, mert a cél a fontos. Lehet azt mondani, hogy lehetett volna Csili-Vilit 40-50 millióért építeni, valahol máshol, vagy az iskolaudvarba hátul. Ez volt a lehetőség, és ez jó döntés volt. Más dolog az, hogy mi lett abból a régi épületből, és mire használják most, és mennyibe kerül ez a városnak. Köszönöm szépen. Bár szerintem nem a kérdésre válaszoltál, de az biztos jó volt, hogy legalább azért remélem hallották a szavakat, tehát egyik helye se volt engedély, tehát amire rákérdeztek, meg amit én jeleztem, nem volt engedély. Tehát az, hogy azt gondoltam, azt hittem, azért mondjuk meg őszintén, hogy ez polgármesteri szinten ez azért elég komoly hiba, de azért most belenéztem egyébként, tehát ugye 16,5 millióba került az a zeneiskola, de kinézi már, ugye szokták ezt mondani ilyenkor. Egyébként egy gondolat még Feri neked, hogy tehát a visszakanyarodásról én ezeket a dolgokat azért mondtam el, mert te támadtál, de én soha nem vontalak téged felelősségre. Tehát én személy szerint sehová, se hivatalhoz, sehová nem fordultam ezekkel a dolgokkal. Az más kérdés, hogy én te esetedben, és ezt többször hangsúlyoztam, mikor a képviselőtestület a leköszönésednél megszavazta a kis jutalomnak a dupláját, én biztos, hogy azért bebattyogtam volna, és oda tettem volna valami közösségi célra, mert hogyha valaki a munkájában ilyen dolgokat csinál, akkor legalább ebben próbálja enyhíteni a problémát. Jó, te nyilván másra használtad meg, de más emberek vagyunk, teljesen mindegy, de még egyszer mondom, én sehova nem mentem, és nem mondtam egy hivatalnál azt, hogy bezzeg a... De azért azt el kell mondani, mikor valaki nekem azt mondja, hogy miért nem csináltad meg ezt, meg ezt, meg ezt. Igenis, én ki tudom mutatni ezeket a számokat, csak be kell menni a pénzügyre, meg kell nézni, de egyébként önök is, bárki, nagyon szívesen várom, és megmutatom ezeket a számokat. Fuller Péter most kereste ki az összes adatot, az ő kis gépén lévő dolgokat olvastam én most fel önöknek, nem a saját kútfőből, mert én kevesebbre gondoltam. Egy kicsit több lett ebből. De még egyszer mondom, ennek még nincs vége, tehát azért ugye, vannak itt apró problémák, tehát nem beszéltünk róla, de fölvetődött most ugye, Ferire nézek, mert ő ebben kapcsolatban kérdezett is a költségvetési féléves jelentésnél, hogy mi az a 2,5 millió kamerarendszer. Hát ki tudja, hogy mikor épült a kamerarendszer Pécsváradon? Valaki meg tudja mondani? Körülbelül. Feri meg tudja mondani. 2000? Jó, Feri, bocsáss meg, tényleg az én fórumom, ülj le, mert belekeveredsz nagyon. A multialarm semmilyen kamerarendszert nem épített a várba. A várba a Digisztár építette. Ez a vár, még egyszer mondom, most nem bántani akarlak, mert beszéltünk erről. Csak elmondom a tényt, a pénzügyi részét. Ugye te megcsináltattad. Ez egy nagyon jó dolog, szerintem mindannyian hálásak vagyunk, van egy ilyen kamerarendszer. Ez a rendszer 2014-ben lett aktiválva. 6 hónapja fizettem ki. Én. Tehát azért, hogyha valaki azt kérdezi, hogy hová megy a pénz, hát most oda elment például 2,5 millió forint. Biztos tudtam volna venni rajta valamit, nem ezt most kellett kifizetni. Se a Feri, se én nem értjük, hogy ez miért nem lett kifizetve 5 évvel ezelőtt. Hát... Én sem tudom, hogy kinek kellett, tehát az önkormányzatnak kellett volna nyilván, mert ott volt a te aláírásoddal egy szerződés, egy teljesítésigazolás, hogy miért nem lett ez kifizetve, azt nem tudom, csak ezt azért jelezném, és tényleg nem a Ferit bántva, hogy azért ilyen dolgok is vannak, és ezeket a pénzeket elő vagy utóbb ki kell fizetni. Az a kút, amiről beszéltem, az elő vagy utóbb, mert ugye Bori Gábor néha-néha egy fél évente rám szól, hogy azért azt nem akarjuk-e megcsinálni. Hát persze, akarnám, ha lenne rá pénz.
bocsánat a kis közjátékért. Ha valakinek van még kérdése, nagyon szívesen. Az uszodára, hát én elmondtam az uszodát, hát hogyha most nekem nem hisznek, hát nem kell. A polgármester még esetleg hazudhat is. Erbi Jenő igazságügyi szakértő volt itt, sokan ismerik is szerintem, mert több ügyben járt el. Korábban ugye az óvodánál való visszaéléseknél ő volt, aki ugye a műszaki részénél megállapította a problémát. Ő mondta ezt, erről írásos jegyzőkönyv van, ez is egyébként több százezer forint volt. Ha most ő hazudott, bocsássanak meg, én nem vagyok építészmérnök, és nem vagyok igazságügyi szakértő, ő az összes dolgot bevizsgálta, sőt, bevizsgáltattam ugyanígy vele a sportcsarnokot. A sportcsarnokról tudják, mit mondott? Semmi köze a Ferinek ehhez. Hát nem sikerült olyan pontot találnom, ami megfelel a szabványnak. De már nincs rá garancia. Értik? Semmilyen pontban nem felelt meg. És így végigment velem, és én nekem észre se vettem ezeket, mert nem vagyok szakember. Tehát én a Jenőnek hiszek, ő egy meglett szakember, szerintem a Feri is elismeri a szakmai tudását, tehát ő írta ezt le jegyzőkönyvbe, bíróság által volt kivezényelve. Ha ő azt írja, hogy mehetünk akárhová, legfeljebb elköltünk még egy pár százezer vagy pár milliót, de nincs jogalapunk, akkor én hittem neki, és ezért tettem azt, amit tettem, nem azért, mert azt a 10 milliót el lehetett volna másra is költeni. Segítesz? Csak egy-két dolgot szeretnék mondani. Tehát úgy gondolom, hogy már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az elmúlt 8 évben körülbelül mi valósult meg, de igazán szerintem ez most már nem érdekel bennünket. Ami igazán érdekel, hogy Zádori úr mit gondol az elkövetkező 4 évre, hogy mire van lehetősége Pécsváradnak, vagy esélye egyáltalán. Én azt gondolom, hogy ez lenne a fontos, hogy erről beszéljünk. Most már nagyon sok idő elment, csak éppen erről nem hangzott el semmi. Van egy nagyon egyszerű kérdés, ami viszont szerintem a pécsváradiaknak a 90%-át érinti és igénylik is. Ez az, hogy Pécsvárad város, a kereskedelmi szolgáltatások nagyon rossz szinten vannak. Tehát történnek tárgyalások esetleg multikkal, vagy egy multival, hogy végre legyen ebből valami helyi elképzelés, mert egy éve hallunk már arról, hogy ott a benzinkutas szemben lesz egy üzlet, de valójában mi úgy látjuk, hogy nem történik semmi. Tehát én úgy gondolom, hogy ez lenne fontos, és békesség legyen, mert annak semmi értelme a lakosság szempontjából, hogyha egymást marják. Én úgy gondolom, amit a Biro doktor úr elvégzett az előző 4 évben, ő lelkismeretesen, az őszintjén, ön ugyanezt megtette, és most az emberek fogják eldönteni, hogy kire szavaznak, ugyanúgy a képviselőtestületre, és nyilvánvaló, hogy nem erre a 9 emberre szavaznak, mert lehet más ember is, aki nagyon jó, nem ide tartozik, a pártnak úgy gondolom semmi jelentősége, itt csak az embernek van jelentősége, hogy az tisztességes, és jól cselekszik. Én még egyet szeretnék az ön előnyére mondani, a város szerintem örül, hogy egy gazdasági ember van, vagy egy tapasztalt, gyakorlatias ember, tehát ez szerintem mindenképpen jól jött le mindenkinek itt. Köszönöm szépen. Én gazdasági embernek azért nem mondanám magam, de a gyakorlatias rész, hát egy mérnök ember vagyok valamilyen szinten, ezt mondjuk így elfogadom. Az, hogy mi lesz a következő időszakban, egyrészt felvázoltunk a programunkba azt, ami előttünk áll, amit meg kell csinálni, és ez a következő 2 évet szerintem maximálisan lefedi. Ezeket be kell fejezni, ezeket a beruházásokat. A legnagyobbak most jönnek. Mert most úgy, én már úgy veszem, hogy a bölcsöde fejlesztés és az idősek otthona az mondjuk úgy, hogy már kész van, de azért jön a Dombaitó, jön a városközpont, lesz ugye a felső kerékpárútnak a betonozása. Emellett azért bízok benne, hogy egy pár magyar falus pályázatunk is talán nyer, és hát bízunk abban, hogy lesz még kiírva pályázat. Ugye pont talán tegnap hallgattam egy komoly fórumot hosszú hetényben, és ott mondta ugye a polgármester úr, hogy a mi település méretünk, és körülbelül ugye 1000 fő eltéréssel, de nagyjából megegyezik a 2 település, vagy lehet, hogy már nincs is 1000 fő, ugyanaz a lehetőségünk van. Az, hogy ezeket a pályázatokat megpróbáljuk maximálisan kihasználni, és ide bepályázni.
lehet, hogy csapongok, az a gondolata, hogy a békesség, abszolút egyetértek önnel, és még egy kérdés volt, a boltok, bocsánat. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és erre nagyon szívesen válaszolok önnek, semmi közünk hozzá. Tehát én a Penny-nek az igazgatójával beszéltem annak az azzal az emberrel, aki az áruház maga lent, tehát az épület. Ez egy egyszerre azt hiszem 5 vagy 6 ilyen épületnek a változása volt, és az úri ember, aki a tulajdonos, ragaszkodik, hogy csak ő alakítja át ezeket, és a Pécsváradi a sorban nem az első volt, szerintem inkább az utolsó vagy az utolsó előtti. A legutolsó dolog, amikor én érdeklődtem, ők azt mondták, hogy a lányvásárkor ki fog nyitni, most már megerősítettem, hogy nem fog kinyitni a lányvásárkor, de azt látni lehet egyébként hosszú idő után, hogy dolgoznak ott. De ha már erre rákérdezett, egy dolgot hagyd mondjak el, és tényleg azért, hogy önöket megkíméljem attól, hogy telefont ragadjanak. Tehát az, hogy Pécsváradon kinyit boltot, üzletet, vállalkozást, ezt higgyék el, nekem semmi közöm. Tehát az, hogy valaki a nagyok közül, a Penny, a Lidl, az Aldi akar-e itt, vagy nem, most értik azért, tehát egy dolgot nem szabad elfelejteni. Abban az időszakban, amikor Pécsre nem jön kutya se, akkor próbáljanak ide csalni Pécsváradra valakit. Nem menteketőzni akarok, de ha végignézzünk, és szerintem most Ferire nézek, őnek is sikerült. Hát volt a Coop, ugye? És a Coopnak egy viszonylag, bocsánat, egy kiépített hálózata volt. Ezt nézte valaki, plusz a lakosságot, a gazdasági erőt. Hát minek jöjjön ide? Higgyék el, hogy én nagyon örülnék, én például nem mondom ki a nevét, de egy másik áruház párti vagyok, én annyira örülnék, ha itt lenne, de esély sincs rá. Volt itt CBA is, ugye? Bezárt. Tehát pedig én abban nagyon bíztam, mert ott még azt mondom, hogy most ugyan nem számít, de mégis volt némi pártkapcsolat, és gondoltam, hogy a CBA az biztos itt virágozni fog. Sajnos nem. Amellett azért lenne egy üzenetem a pécsváradi embereknek, és nem akarok senkit megsérteni. Az, hogyha valaki Pécsváradon dolgozik, vállalkozik, üzletet nyit, az nem azt jelenti, hogy irigységből nekünk ott nem szabad vásárolni. Külföldön menjenek ki, Ausztriába, menjenek ki Svédországba, Dániába. Nem megy át a másik faluba. Inkább akkor egy napot vár, ha nem lehet valamit venni, mert ragaszkodnak, hogy ott a szomszéd, amit üzletet üzemeltet, ott hagyja a pénzét, mert az ott marad nálunk. Nálunk, meg mi a cél? Hát nehogy már bemenjek, hát rajtam ne keressen, és bemegyek Pécsre. Hogy kiszúrtam vele, nem? Tehát ezért erre is figyelni kell. Tehát magunk tartjuk el a saját dolgainkat. Tehát amikor azt mondják, hogy miért nem nyit még étterem, miért nem nyit? Hát az éttermek is hogy működtek? Most mondjuk meg őszintén, tehát olyan nagy dőzs, működés közben, mikor az összes nyitva volt, akkor se nagyon működött. Tehát ilyen nyögvenyelő sem ment. Miért? Hát leálltak ezek a horvát utak, ugye az átutazók, most csak a gesztenyést nézem, egy kiváló étterem volt. De pont a Marci mondja, hogy eltűntek a buszok. Nem naponta 7, hanem havonta 1 jön. Az se áll meg. Köszönöm a kérdést. Valakinek még esetleg? Tudomásom szerint a Penny 27-én fog nyitni. Na, te többet tudsz. Többet tudsz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor most megkaptuk a választ, 27-én nyit a Penny. Hónapot még nem tudunk, de 27-én kinyit. Esetleg további kérdés? Köszönöm szépen. Végigolvastam a programodat, és én voltam az, akire céloztál, hogy megjegyezte, hogy szerintem rám célozhattál, mert én voltam szerintem az első, aki megjegyezte, hogy ezt bármelyik polgármester meg akarná valósítani, és valószínűleg meg is valósítaná, hogyha már elnyert programokról beszélnénk. De van ebben egy-kettő, amelyikre külön kíváncsi vagyok. Az egyik a Vásári út, amit ugye hosszú hetényt köti össze Pécsváraddal. Körülbelül egyszerre nyerte meg, ha jók az információim, de erősíts meg benne, légy szíves, Pécsvárad és hosszú hetény. Hosszú hetény megcsinálta a saját részét, Pécsváradon még egy kapavágás nem volt, és te se írtál ehhez dátumot, mert volt, amihez írtál. Köszönöm szépen. Erről igazándiból
én nem nagyon akartam beszélni, ha most ezt így fölteszed, és pont azért, mert te is polgármester, aspiráns vagy, azért hagyd meséljem el ezt a történetet. Tehát a valósághoz próbáljunk hűek lenni, egy hónap eltéréssel történtek a dolgok, tehát beadtuk a pályázatot, internetes felületen Hetény megkapta, tehát nyert a pályázata, hívott a Csörnyei polgármester úr, veletek mi van, mert ugye a másik felét mit csináljuk? Mi még semmit. Egy hónappal később megkaptuk, elektronikus úton befogadták. A következő fokozat ugye a támogatói szerződésnek a megérkezése. A támogatói szerződést megkapta az önkormányzatuk, rögtön Csörnyei úr hívott, na, megkaptuk, ti, hát mondom, biztos csúszás van, majd mi megkapjuk. Tehát egy hónap, két hónap, három hónap, majd ezek után a hosszú Hetényiek tulajdonképpen megcsinálták ezt a projektet, nálunk semmi nem volt, ugye. Itt nagyságrendileg tavaly augusztusról beszélünk, amikor ők úgymond mindennek kész voltak papírilag, és nekiálltak a munkának. Én akkor ugye folyamatosan Link Zoltán úrral tárgyaltam, és kérdeztem és a kolléganőjét is, hogy tudunk-e valamit erről a pályázatról. Hát nem tudtunk, tehát nem volt semmi. Majd aztán valamikor egy-két hónappal ezelőtt megkértem Kutas Évi kolléganőmet, hogy volt egy ilyen kicsit lazább nap, hogy hívd már fel őket. Tehát nem hiszem el, hát ha kell én bemegyek és kivenem a hát hogy néz az ki, hogy egy útnak az egyik felét megcsináljuk? Hát viszonylag gyors válasz jött, hogy hát próbálom lefordítani, mindenki értse, hát mit akarunk? Október óta ott van az ügyfélkapun a támogatói szerződés, de mivel egy hónapig rá se nézett senki, így lekerült róla. Innentől kezdve a polgármester személyesen veheti át. Én ezt megtettem. Elmentem érte. Higgyék el, úgy égtem, mint a rongy. Október. És ha jól tudom, ez augusztus végén lehetett körülbelül. Azt számolják ki, hogy nem az a probléma, hogy az elcsúszott időben, mert lehet, hogy mondjam, kapacitásilag is probléma lehetett volna, de a legnagyobb probléma az volt, hogy mindenki tudja, hogy az építőanyag egy év alatt mennyit változott. Ez egy 100 milliós beruházás. Ez egy 100 milliós. Tehát én nem akarok újra mutogatni, de ez nyilvánvalóan, bár magamra kell vegyem természetesen, hát a polgármester az első számú felelős, de én úgy gondolom, hogy azt a benézést, amit mi itt tettünk, hogy nem veszünk észre egy már kiküldött érvényes támogatói szerződést, ezzel már jutólag nem tudok mit csinálni, de ezért vagyunk csúszásba. Tehát el kell ismerjem, mi vagyunk a felelősök, ha erre nem vagyunk egyébként képesek, hogy ezt korrektül ellenőrizzük, nyilván akkor ennek tapasztalatait is fel kell dolgozni. Ennyit tudok erről mondani. Próbáltam nem annyira egyszerűen fogalmazni. Jó, oda viszont. Egy kis kiegészítés, mert érintve vagyok, ugye, és érzem is a célzást. A János, amit elmondott, az teljesen igaz, így van. Egy dolgot felejtett ki, és ez szerintem korrekt lett volna, hogyha közli még, hogy a hivatali kapura, ami érkezett értesítés, az kinek a Kinek a nevén volt. Van? Kinek a nevén van, pontosan, köszönöm. Jó, bocsánat. Tehát egyet engedjenek meg, hogy én elvállalom a generális felelősséget. Való igaz, hogy egy ilyen faramuci helyzet volt, ma már nem működik, ebbe egyetértettünk szerintem, hogy nem engedtek hivatali kaput beregisztrálni, hanem magánemberét. Ezért a Bori Gáborét regisztráltuk be, de ez nagyon régóta így működik. Viszont ugye itt van egy olyan probléma, hogy ha valakinek a magán ügyfél kapurára jön egy hivatali dolog, nagyon oda kell figyelni, hogy mikor nyitjuk meg. Egy péntek délután ugye nem nagyon érdemes megnyitni, mert a szombat-vasárnap beleszámít abba az időbe, amit adnak hiánypótlásra. Tehát én először, ha már most hülyek akarunk lenni a helyzethez, én fölhívtam a Bori Gábort, nem finoman, hozzáteszem, aztán nem is kaptam egy finom választ, mondván, hogy én ne hibáztassam őt, mert ő a saját adóbevallását nem meri megnézni, nehogy megnyisson egy olyan dokumentumot, amit nem szabadna. Tehát
én azért mondom, hogy én nem akarok ebbe feltétlenül igazságot tenni, de a közvetlen felelősséget azért, Zoli, te is elismerheted, hogy egyedül a nekem, a hármunk közül biztosan, hogy nem volt ehhez közöm, mert nem én figyelem ezt a kaput, meg nincs is hozzáférésem. Ez így van. Annyit még a kiegészítéshez, hogy arra talán teljesen emlékszel, hogy többször telefonáltunk be a mezőgazdaság vidékfejlesztési hivatalhoz. Én ezt folyamatosan havi szinten megtettem a kolléganőmmel, és havi szinten tájékoztattunk téged erről. Ezt talán nem is tagadhatod. Nem. És minden alkalommal az volt a válasz a hivatal részére, hogy várjunk még, majd biztosan érkezik. Tehát, hogy én ez nem, még úgy... Zoli, ebbe abszolút igazad van. Én most a Mário kérdésére válaszoltam, én elvállalom a felelősséget, mert nem kenhetem lefelé. Csak én egyedül rohadtul nem tudtam ezt ellenőrizni, mert ha én akartam volna, se tudtam volna megnézni. Ki tudta megnézni? Te tudtad megnézni meg a Borigából. Mi se tudtuk innentől kezdve sajnos ellenőrizni. Ez egy ilyen dolog, így működik a bürokrácia, szerintem ez így korrekt így kimondani. Egyébként nem két hónapja került ez ki, hanem körülbelül július óta tudunk már róla, hogy ez kikerült ez a támogatói okirat, és azóta dolgozunk rajta, és át is adtuk neked mindenféle információt ahhoz, hogy ebben tovább tudjunk lépni. Ezt nem tagadom, ez rendben van. Én még egyszer mondom, a Mário kérdésére válaszoltam, ezt tudom elmondani. Tehát egy ilyen, mert ugye azt kérdezte, hogy miért csúszik. Csúszott a hosszú eltényhez képest. Ezért. Ha már erről volt szó, én is szeretnék egyet kérdezni. Mi értelme ennek az útnak? Ez a régi Vásári út, ez egy kőburkolatos út lenne. A kérdés az, hogy ezt kerékpározni fogunk rajta? Vagy bárki autóval átmegy hosszú elténybe egy ilyen köves úton? Ez 110 millió, vagy 100 millió forint, és 10 millió önrész a városnak. És tudnék mondani még értelmetlen beruházásokat, csak azért, mert pályázatot lehetett rá nyerni. Nem látom az értelmét továbbra se, nem vitatom, hogy ragadjunk meg, ha lehet minden pályázatot, csak legyen értelme. Értelme lett volna a temető utcát megcsinálni, ami bekerült volna a kerékpárútra, de tudtommal lejárt annak is a határideje, és nem hosszabbították meg. Valószínű nem volt rá építőipari kapacitás, pedig az nagyon fontos lett volna a városnak, mert az, ott nincs is már útburkolat, és látszik, hogy milyen állapotban van. Vagy mondjam, a polgármesterek útját én csak úgy neveztem, a Baráthegyi utat. 25 millió forintért csinálták meg, és nem igaz, hogy ebbe a városba 25 millió forintért, amit nyilván ebbe a második kiadványba megkérdőjezett az, aki ezt írta, de ez nem erre akarok kiukadni, hanem arra akarok kiukadni, hogy ez egy teljes utca, 300 méter körülbelül, vagy 350 méter leaszfaltozása, ami olyan szempontból helyes volt, hogy hát szinte járhatatlan volt a kátyúktól, de Pécsvárad útjait 5 év alatt nem tartották karba. Kivéve azt, amit az állami beruházásból csináltak meg a homokbányától eddig, amihez Pécsváradnak nem túl sok köze volt, de fontos volt nyilvánvalóan. De nézzék meg a belső utat, a Szent Gellért utca, bele lehet feküdni, akkora gödrök vannak. Egy négyzetméter kátyúzás 4000 forintba kerül. Miért kell bukdácsolni, és 27 cm mély kátyúk vannak például azon az úton, vagy a Dombai utca. Hát ez a sok pénz, amit most mondjuk ez a 10 millió forintból, a város összes kátyúját meg lehetett volna csinálni, amivel most hozzájárulunk egy kavicsos úthoz, ami senkinek se kell. Köszönöm szépen. Hát mivel Fidesz pártag vagy, ugye? Tehát én javaslom, hogy hív fel őket, és kérdeznek, hogy miért írtak ki egy ilyen pályázatot. De én úgy gondolom, hogy ami pályázata, én nem mondtam, hogy ennek feltétlen van értelme, bár hozzáteszem, hogy ez mezőgazdasági útként használt. Tehát több pécsváradi embernek van ott szántója, szőlője, egyebek, amire tudja használni. Én nekem biztos értelmetlen, mert de attól függetlenül erre be kellett pályázni, mert úgy gondolom, hogy ez érdemes. És hogyha ezt meg tudjuk úgy csinálni, hogy ez jó legyen, ha csak 5 mezőgazdasággal foglalkozó embernek segítettünk ebbe, akkor én úgy gondolom, már megérte. Tudom, hát te aszfaltoztál, és mindegyik rögtön ki is jött, szerintem 3 hétnél többet, én egyik se bírt ki, úgyhogy erről szerintem ne beszéljünk most, mert az a fajta kátyúzás, ami volt, az egyébként most nem pont azért, ha hiszik, hanem most biztos nem fogják elhinni. Kár, hogy nincs itt a Bori Gábor, van kátyúzás, de megtiltottam nekik, hogy a választás előtt jöjjenek.
Tehát jönnek. A Mecsek aszfalttal van megállapodásunk, és az összes kártya, ami jelenleg Pécsváradon van, szakszerűen meg fogják csinálni. Való igaz egyébként, nézzek itt egy kicsit a Rolandra is, ugye 4000 forint egy négyzetméter aszfalt, persze. Mennyi a bedolgozási költsége, ha nem közmunkással csináljuk? Hányszorosa? Tehát ezt senki nem mondja. 4000 forint, hát hozok ide egy teherautónyit pár százezer forintért. A bedolgozási ára, látva a Strabag és a Mecsek aszfaltnak az árát, még egyszer mondom, szakszerű bedolgozás, ami benn is marad. Lássuk például a Bem utcának az alját, ahogy most megcsináltuk ott az áteresztni, ahhoz szakember kell. Tehát ennyit. Az utakról szerintem most ne beszéljünk, mert itt a hölgy az előbb mondta, hogy ne gyűrjük egymást. Én a Széchenyi utcával kapcsolatban néha erre tudnék magamon vágni, amikor ránézek arra az utcára, és azért vágnám a másik kezemen is az eret, mert nincs utcánk ott papíron. Csak úgy mondom, betelefonálnak szerencsétlen lakók, és kiderül, hogy Pécsváradnak ott nincs utcája. És akkor, ugye Zoli, be akartuk adni a pályázatot, mikor kiderült, hogy hát ilyen utca nem is létezik. Tehát azért ezek finom kis apró dolgok, de mindig utána kell nézni ezeknek a dolgoknak. További kérdés esetleg? Hát mindenki fárad, látom. Én azért a végén megkérdezném itt, és ez a Német Nemzetiségi Önkormányzatra is vonatkozik, hogy valamelyik képviselő szeretne szólni az itt megjelentekhez, mert nagyon szívesen odaadom, és vállalkozó szellemi mindenki. Akkor még egy kérdés onnan. Igazából nekem az egy kérdésem lenne még itt a végén, hogy nem a mostani ciklusnál, hanem az előző választási ciklusnál volt egy olyan, hogy meg kellene alakítani Pécsváradnak az etikai kódexét. Hát azt hiszem, hogy ezt valahogy közösen meg kéne csinálni. És akkor talán nem bántanánk egymást, hanem megtanulnánk egymást szeretni, tisztelni, elfogadni kritikával, bántás nélkül, mert hát van dolgunk itt elég. Van kátyú, van lúk, van rossz játszótér, nagyon drága üzleteink, tehát itt annyi mindent meg lehetne csinálni, de ezt csak együtt tudjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor átadnám a mikrofon doktornőnek. Köszönöm szépen. Ehhez annyiban csatlakoznék, amit én a bemutatkozásomban is elmondtam, hogy jó lenne, félre tudnánk tenni a sérelmeinket, ahogy annak idején én is félretettem a sérelmemet, és beálltam a Bíró Ferenc mögé, mint polgármester mögé, és a városért cselekedtem. Tehát itt kezdődik, hogy megpróbáljuk a sérelmeinket félretenni, megpróbáljuk a városunkat előtérbe helyezni, hiszen itt élünk, itt a családunk, itt az otthonunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Zárásképpen még azért engedjetek meg egy gondolatot, mert ez azért végig így bennem van, és ellentmond, hogy most ne piszkáljuk egymást, de azért egy dolgot szeretnék megcáfolni. Nagyon sok pécsváradi ember van itt, aki nézi a városi tévét, és nézte körülbelül 5 évvel ezelőtt. Aki azt mondja, hogy Bíró Ferenc és köztem erősen baráti, támogatói viszony volt, hát az nem jó tévét nézett. Tehát én úgy gondolom, hogy volt közöttünk egyfajta kommunikáció, de azt Feri azért sosem mond, hogy a háttérbe, mivel a volt kollégáid ugye el is mondták, nem dolgozta ellenem. Tehát nyilván neked ez egy óriási tragédia és trauma volt, hogy elveszítetted ezt a pozíciót, de tényleg azt azért nem mondta, hogy mi 4 évig barátságban együtt golfoztunk vagy teniszeztünk, nem. Tehát nyilván ez egy ilyen dolog, én elfogadtam és próbáltam egyébként ezt úgy kezelni, ahogy szerintem kell, és arra felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy ha megnézték ennek a csapatnak a kommunikációját bárhol, interneten, személyesen vagy bármi, hogyha valaki azt mondja, hogy mi agresszíven léptünk föl támadólag, akkor
szívesen leülök vele és megbeszélem, hogy hol látta ezt a pontot, mert pont erre figyeltünk, és ezt a legelején megbeszéltük, hogy csak akkor vagyunk hajlandóak együtt dolgozni, ha mindenki pozitív kampányt visz végig. Persze a pozitív kampányba sok minden belefér, tehát ugye kaptam Máriótól is erős kritikákat, ez hozzátartozik például, vagy ugye más jelöltektől is kaptam, ezt el kell viselni. Csak a kritika, meg az egyéb között óriási különbség van, azért erre felhívnám mindenkinek a figyelmét. Ennyit úgy gondolom, hogy el kellett mondjak ezzel kapcsolatban. Más esetleg valaki? Ha nem, nem tudom, kérdése még valakinek maradt? Ha nem, akkor én nagyon szépen szeretném megköszönni a figyelmüket, és most nem csak a magam nevében, hanem a többi képviselőjelölt és polgármester jelölt nevében is arra kérem önöket, hogy menjenek el szavazni vasárnap, mert minél többen megyünk el, annál hihetőbb az, hogy mit akart Pécsvárad. És köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.